Üdvözlünk téged, Farkas Danit, a Megdesz közéleti történelmi műhely sorozatának előadóját. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te azon kívül, hogy különös vonzalmad van a különlegesen megosztó témák felé, hogyan találsz mindig ilyen kulturális referenciákat és utalásokat, zenéket, képeket, filmeket. Értem, hogy a kutatásod része, de hogy mesélj nekem erről a folyamatról, mert most nagyon felkeltette az érdeklődésem, akár csak ez alapján a videó alapján. Hát a zenéket én találtam, hát igen, ezek is YouTube-on bárki számára elérhetőek. Hogyan? Hát nem is tudom. De igen, emlékszem az egyiket, egy kedves ismerősöm küldte, aztán valahogy eltévedtem az a héber zenék világában, aztán valahogy átvettem egy arabra, ugye az volt a második. Ezt a videót egészen pontosan, meg egyáltalán nem tőlem függ, hanem egy nagyon kedves ismerősöm küldte, aki most is figyeli a Zoom-ot. Néhány héttel az egész előadás előtt, mert beszéltük, hogy ezt a témát csinálnám. Aztán én gondolkoztam, hogy hát összevágok egy intrót, és tegnap este pont agyaltam, hogy hát mit tudok kihozni, és hogy rájöttem, hogy hát ennél így nem lesz szerintem jobb egyáltalán, úgyhogy jó, az úgy, nekem se kell dolgoznom valami máson, ami talán rosszabb is lesz, úgyhogy ja, kicsit elég érdekes és megosztó látásmódja van mondjuk ennek a videónak, de szerintem egy nagyon érdekes felfogásnak jó. Egy ilyen kérdés feltevése, mint a múltkori intro is volt, csak persze más szempontból. És minek köszönhető a téma felé való érdeklődésed? Honnan szerezted? Hát alapvetően a zsidósághoz és Izraelhez való viszony, mondhatni így az én közösségemben, a keresztény testvérgyülekezetben egy elég fontos téma volt. Leginkább nem megosztó, hanem egyszerűen pozitív szempontból. Izrael, mint mondhatni a végidők jele, ami az ők összegyűltek, és akkor tulajdonképpen azt jelzik hamarosan, felépül a harmadik templom. Hát most nyilván nem voltak a tárhoz, hogy 50 év múlva, vagy ilyesmi, de hogy úgy, hát ez már a végidők, testvérek, és harmadik templom persze, és antikrisztus, elragadtatás, minden egyéb más, végidők, utolsó nagy nyomorúság, szóval, hogy ez nagyon fontos téma volt, hogy Izrael éppen mit csinál, éppen mi a helyzete Izraelnek, és hát innen vettem én is mondhatni pozitívan, tehát nem egy ilyen ellenkező ingerlengés volt. Aztán persze a képem árnyolódott az egész témáról, aztán, hogy miért kerültem, nem állok hozzájuk itt annyira közel, továbbra sem, viszont valamilyen szinten mégis, mert hogy hidegháborúval foglalkozom, és hát ebben így minden beletartozik. Talán majd ezeket az előadásokat egyszer, majd hogyha lesz egy ilyen nagy tárgyam, hogy a hidegháború története, akkor egy egész fél éven keresztül fogom gyötörni, vagy a hallgatók lelkét, és még vissza is fogom kérni, hogyha lesz ilyen. De szóval egyszerűen azért, mert hidegháború, és tényleg a modern világ születésének egy fontos vajudási fázisa, mint sok minden más is, ahogy már végigmondtam az korábbi előadásokban, ez is egy fázis sok közül. Ha már itt említetted a reménybeli jövődet, akkor én kérdeznélek most a doktori tanulmányaidról, hogy mi a következő mérföldkő, miben, mikor gondolhatunk rád, minek örülhetünk veled, mikor szurkoljunk? Hát klasszikus tanulmányi mérföldkő az majd másfél év múlva lesz, amikor lesz egy ilyen doktori záróvizsga azon kívül. Nagyon nagy kérdés nekem, hogy fog kimenni messze földre, majd Dél-Amerikába, mert a doktori tanulmányaimhoz ezt kell kutatnom. Igen, ebből is látszik, hogy mennyire sokat foglalkozom Izraellel, Dél-Amerikából írom alapvetően a doktorimat, röviden, címe is hosszú sajnos, de a lényeg az, hogy egyszer ki kellene mennem olvasni azt a rengeteg szöveget, amit talán remélhetőleg mi létezik Perúban és Bolíviában a Magyarországgal való kapcsolatról, és hát ez Covid is, meg mindenféle ösztönös lehetőség is, furcsa gazdasági helyzet, ez egyelőre kérdéses is teszi, szóval ez most nekem egy nagy kérdés és egy ilyen nagy cél, hogy ezt megoldjam.
Szuper. Az utolsó kérdésem, hogy mit üzensz a Károl is hallgató társaidnak, akiket innen a Megdesz irodából is szeretettel üdvözlünk, Orsit, Ágit, Kristófot és Pannit itt a Zoomon és az éteren keresztül, mit üzennél a számukra? Hát, hogy örülök, hogy hallgatnak engem, és remélem, hogy nem lesz nagyon érthetetlen az egész, már nem szellemileg, hanem fizikailag. Igen. Köszönjük örülök, szépen! Hogy hallgatnak minket, és még valamint más megdeszes is, már megdeszes, Károli megdeszes is, úgyhogy üdvözlöm. Tehát, hogy tudják. Köszönjük szépen! Akkor mielőtt belekezdenél, csak a szokásosokat szeretném elmondani a kedves hallgatóságnak, hogy készült egy Slido link, amit Dávid már is beküld a chatbe. Köszönjük szépen Dávidnak is a technikai segítségnyújtást és hátteret, és ezen keresztül ide, illetve ezen a linken keresztül érhetitek el azt a felületet, ahová bekülditek a kérdéseiteket, és amik alapján moderálni fogom a beszélgetést az előadást követően. Úgyhogy használjátok bátran, és nagyon kíváncsi vagyok az előadásra, meg a beszélgetésre. Hajrá, Dani! Köszönjük szépen! És köszi a szót! Első kérdés, ez most látszik? Igen, teljesen jó. Egyszerű. Hát akkor én is köszöntök mindenkit ismét. Most az arab-izraeli konfliktus egyik talán legfontosabb szakaszát fogjuk áttekinteni, illetve abból annak talán az általam legfontosabbnak tartott részeit. 1967 és 73 között volt az időszak, amikor tényleg egy nagyon olyan folyamat zajlott le az egész konfliktusban, ami javarészt létrehozta a mai állapotokat, megállított annak, hogy ma milyen állapotok vannak ott a Közel-Keleten. Egyébként tágabb értelemben is, de most azért szűkebb értelemben fogjuk vizsgálni azért. És ezen kívül szeretnék úgy általában beszélni a konfliktus természetéről, hogy főleg világpolitikai szempontból, mert gyakran úgy érzem, hogy legalábbis nem azt mondom, hogy a valósághoz, hanem ahhoz képest, ahogy én szoktam szemlélni az ilyen konfliktusokat, sokkal furcsa érthetlenség, hogy hát az emberek miért háborúznak, hát miért van ilyen sok háború, hát nem is tudom, kinek az érdeke, ki mennyire volt hülye. Azt szoktam, ez egy klasszikus példán mondhatni a konfliktus természetéről, hogy a konfliktus az egy keskeny palló, amin hogyha az emberek szembe találkoznak, akkor nem nagyon tudnak jobbra meg balra ugrálni, hanem el kell dönteni, hogy ki menjen át először, és hát van olyan kényszerhelyzet, amikor mindenki előszakra akar átmenni, és ilyenkor fordulnak elő elég érdekes helyzetek, és ennek kapcsán mindig bevillan nekem Arany János klasszikus verse, amit egyébként a cím alapján sokan ismertek is, a Vörös Rébék. Most aztán itt össze-vissza fogok keveredni a hasonlatokkal, mert igen, beszéltem arra, hogy a keskeny palló, mint a konfliktusnak a szimbóluma, de együtt a Vörös Rébék is, amely versben a keskeny palló szerepel, önmagában is egy szimbólum. Annak a fajta bizalmatlanságnak, annak a fajta különféle félelmeknek, érdekeknek és minden másnak a szimbóluma, ami miatt kialakul az a helyzet, hogy az emberek lelők egymást a világpolitika és a világ nagy és nagyon keskeny palójáról, és hát így éri őket nagy baj és nagy kár, és így érte a Közel-Kelet számos népét is, hát többek között 1967 és 1973 között is. Először is szeretném gyorsan felrakni a satellát, és a korábbi tapasztalatokból kiindulva igyekszem nem brutálisan hosszú lenni, mert volt már amikor 25 perc, például legutóbb is azt 25 perc ment el kb. Azzal, hogy arról beszéltem, hogy afganisztáni, úgy, mi az általános világpolitikai helyzet, meg minden. Most röviden belevágva, igen, remélhetőleg az emberek meg is találták már itt Izraelt, én meg fogom találni a spotlightot. Nem kiabálunk, igen, már itt a Zoom-ban.
Igen, itt fekszik a mai Izrael. Direkt választottam ilyen határok nélkül térképet, hogy miért, mert ez tetszett. Sajnos szerintem egyébként ez érzékelt legjobban. Fontosabb tartom a mindenféle geológiai forma érzékeltetését, mint a puszta határokét. Fontos látni, hogy hol vannak folyók, tavak, hegyek, zöld területek. Egyébként, hogyha megfigyelitek a körbeírt területet, Izrael meglepően zöldebb, mint a többi terület. Ennek nem éghajlati okai vannak, hanem más. De röviden, hogy Izrael hogyan is született meg, röviden háborúban alakult meg, röviden a zsidók elkezdtek már az 1890-es években betelepülni Palesztinába, sőt, még amúgy korábban is, de akkor nagy tömegben, miután ez egy nagy európai zsidó projektként létrejött, hogy na legyen egy munk és saját országunk, hogyha itt mindenki utál minket, és szereztek egy elég laza, hogy mondjam, engedélyt a török szultántól, hogy ide betelepedhessenek, betelepedtek, összevesztek az arabokkal, közben az angolok érett a terület az első világháború után, mint ahogy a This Land Is Mine-nak az utolsó fél perce így ábrázolja, így az angolok, arabok, zsidók ilyen három oldalú háborúban kavarogtak ott, mondjuk a 30-as évektől már elég stabilan. Aztán volt egy világháború, aztán ez még nagyobb lendületet adott az Izrael állam megszületésének, értelő jogokból a világ szeme a zsidókra irányult, már egyszerűen azért, mert a holokauszt óriási sokja után egy elég mondhatni fontos kérdésé vált világpolitikai zsidók, még korábban egy ilyen jó érdekes téma volt, de hogy nem izgattak olyan sok embert. Most fontos téma lettek, és igen, végül meg is kapták azt, amit szerettek volna. Megkapták, ez az csak tök random török nyelvű térképen is látszik, egy elég komoly területet a saját lakóterületekhez képest, mert a Yahudi nevű terület nagyjából azt jelzi 1977-ben, hogy hol laktak valójában zsidók, és a középső az pedig az, hogy a felosztási tervben mit kaptak meg. Ez a térkép persze torz, mert igen, persze a palesztinok laktak minden egyes négyzetkilométeren, igen, persze, a Negevben, a sivatagban, nem mínusz 40 fokban, mínusz 40, igen, plusz 40 fokos nulla csapadékos területen, és itt a Negevben is, amit mindjárt kispotlájtolok, mert persze itt mutogatom magamnak a gőzékére, de ugye az nagyon látszik. Szóval itt a Negevben is persze pontosan csak palesztinok laktak. Röviden igazából a Negevet, ezt a háromszöget, ezt itt le kell számítani amúgy a lakott területekből, ez nem volt senki. Az ENSZ, a világ népeinek nagy tanácsa, nagy bölcsességében Izraelnek adhatta volna az araboknak is, de igazából nem az volt, hogy jaj, nem tudom hány millió, rengeteg ott lakó arabot ki ebrudoltak volna, bár még így is sok arab került egyébként izraeli fennhatóság alá, de az arabok ezt nem fogadták el, jött egy háború, több arab ország részvételével, de aztán az arabok sikeresen összevesztek, nem tudtak együttműködni, Izrael pedig sikeresen nyert 1949-re, és a felosztás területből még több területet szerzett meg egyébként, mint ott a harmadik szakaszon látszik. Az a nagy zöld kövér terület azért maradt meg egyébként, mert az egy ilyen kiegyezés eredménye lett, mert hogy az arabok összevesztésének egy fontos pontja volt, hogy Jordánia Izraeltől keletre, tehát itt mondjuk jobbra a fekvő terület, ország az igazából lerohanhatta volna Izraelt telibe, de kitalálta, hogy neki nem kell egész Izrael, csak ez a fix terület, ő ezt elfoglalta, és aztán megállt, és végignézte, amíg Izrael romáverje az összes többi arab országot. Így hát ez a nagy terület itt Izrael, Palesztinából, Izraelből az övé maradt, az egyiptomiak megtartották Gázát, mindenki más meg jól megszívta, az izraeliek alapvetően elűzték, per lemészárolták a területükön lévő arab lakosság egy komoly részét. Persze nem, ez nem volt egy tisztogatás persze, mert nagyon fontos etnikai érdekek fűződtek ahhoz, hogy az arabok elmenjenek, de egyébként igen, ez egy etnikai tisztogatás volt, ezt sajnos letagadni nem lehet. És hát így indult ki Izrael területe. Az arab menekülteknek is elég komoly sérelmei voltak Izrael, annak a több millió, de mondjuk 500-600 ezer arab menekültek, aki elmenekült Izraelből. Az arab államok alapvetően azt mondták ki, hogy nem fogadják el Izrael létezését, és így kialakult ez a konfliktus helyzet. Röviden, Izrael pusztuljon-e el, vagy maradjon-e meg,
Az arabok alapvetően a háború után rögtön először nem azon kezdtek gondolkozni, hogy na most akkor mi lesz, 2 hét múlva elindulok ismét leölni a zsidókat, hanem azon, hogy hát mi volt a vereség oka, és mit lehetne csinálni, hogy legközelebb jobban menjen. Ezt az okot abban találtak alapvetően meg, hogy hát az arab társadalmi rendszerek elavultak, képtelenek arra, hogy az arab nemzetet összefogják, és így kezdtek el új politikai konstrukciók felé menni. A térség egyik legerősebb országa, Egyiptom, megválasztotta, nem megválasztotta. Egyiptomban 1952-ben forradalom tört ki, többek között az izrael elleni vereség hatására is, ahol egy Gamal Abdel Nasser nevű katonatiszt került hatalomra, aki már egészen sok ideje küzdött így Egyiptom függetlenségéért. A második világháborúban ennek megfelelően összefogott a tengelyhatalmakkal is valamilyen szinten, de persze ebből nem lett semmi, de persze Nasserettől függetlenül még egy óriási egyiptomi nemzeti hős, meg a mindenféle felszabadító hős, persze a tengelyhatalmakkal való szövetséget meg majd elfelejtjük. Ezen kívül és Nasser alapvetően elkezdte azt a projektjét, amely azt írta, hogy az arab államok teljes egészében függetlenek legyenek hagyományos gyarmattartóiktól, attól még valamilyen szinte mindig fügtek a nyugatiaktól, legalábbis gazdaságilag eléggé fügtek, és hogy egyszer majd ő lehessen az arab világ vezetője, létrejöhessen egy ilyen arab nemzettudat alapján összefogott nagy komplexum, Szírián, Irakon mindenféle keresztül, a régi monarchista, régi királyság alapú, sah alapú szerkezetekkel szemben, feudális alapú szerkezetekkel szemben. Mindeközben folytak az arabok terrortámadásai Izrael szemben. Klasszikus módon, ugye sivatag van, hosszú határok, egyszerűen beesítáltak izraeli területre, és akit láttak, azt gyorsan előtték, megerőszakolták, megkéselték, és amit tudtak, azt elszedték tőle, és aztán visszamentek Egyiptomba, Jordániába, Szíriába. Ezek mindennaposak voltak, és ez is eléggé növelte az háborús feszültséget, már amellett, hogy Egyiptom elkezdte ezt a nagy háborús előkészületet az új vezetésével. Volt is aztán egy nagyobb háború 1956-ban, amikor az izraeliek alaposan meggyepálták Egyiptomot, de aztán a nagyhatalmak nyomására Izrael visszavonult, és Egyiptom az arab világ szemében eléggé megemelkedett, hiszen igaz, hogy gyakorlatilag az amerikaiak nyomása miatt, de igen, Izrael visszavonult, és Egyiptom mondhatni nem került ki vesztesen a háborúból, ami már nagy eredménye alapvetően. És Egyiptom ezzel a nagy önbizalommal, önbizalommal duszatva úgy azt találta ki, hogy ő a hidegháborús rendszeren belül a keleti blokk felé fog közeledni, hiszen mondjuk Anglia, Franciaország és Amerika azt akarják, hogy a közel-keleten egyensúly legyen, néha adnak egy kicsit a zsidóknak is, néha egy kicsit az araboknak is. És hát ez alapvetően nem annyira megfelel meg az egyiptomiaknak, meg úgy az araboknak általában. A szövetek majd nem mondják meg azt, hogy mit csináljunk, ők tényleg arra törekednek, hogy mondhatni adjanak, hogy befolyást szerezhessenek a közel-keleten, és nincsenek ilyen furcsa megkötéseik, mint mondjuk egy csomó más nyugati országnak. És ennek megfelelően kezdett el közelni Nasser a szövetek felé, először csak pénzt kért, például egy óriás, tehát Egyiptom számára egy óriási előrelépés jelentő projekthez, a Lassuáni gát megépítéséhez, ahol aminek a megnyitására, pontosan az első fázis megnyitására Truscsov szovjet főtitkár is eljött 1964-ben, néhány hónap azelőtt, hogy ki lett volna hajítva. Ez a Lassuáni gát volt az, ami mind a mai napig óriási szerepet tölt be Egyiptom villamosításában, és akkor éppen még iparosításában is, tehát egy mondhatni civilizációs előrelépés volt Nasser számára, és ezen kívül az oroszok egy más civilizációs előrelépést is bevezettek Egyiptomban, és az nem volt más, mint a szuperszonikus repülőgép, amit persze először, mint a felségjelzés is jelzi ott a kis vezérsíkon, az a kis piros-fehér-kék, persze nem szovjet, hanem cseh forrásból küldtek közel-keletre, hiszen egész pontosan cseh szlovákok, bocsánat, persze Szlovákia az egy fontos része Csehországnak, persze, tehát cseh, röviden a csehek küldtek vadászgépeket ide,
mert ugye az mégsem szovjet, tehát Amerika nem fog annyira haragudni, ennek van egy ilyen kis diplomáciai íz jelentősége, hogy hát ez nem szovjet gép, hanem cseh. Igaz, hogy szovjetek adták cseheknek, és aztán a szovjet mindegy. Szóval ez egy cseh gépek alapvetően. Ez megint csak egy ilyen civilizációs ugrás volt, mondhatni egy ilyen, tehát olyan szintű ugrás, mintha ma azt mondanák, hogy nem is tudom, random országnak adtak, nem tudom, is tudom, mondjuk a kínaiak vagy amerikaiak, nem tudom, 500 beszélő robotot, szóval, hogy egy ilyen brutális, tehát hogy tényleg egy ilyen szintlépés, egy ilyen térugrás, és persze minden, és persze egy csomó más nehéz, hogy is ezzel együtt teljesen új orosz harckocsikat, hát nem teljesen újokat, de egyetomban nézve új orosz harckocsikat, általában a második világháborús sok ezer ócskavasat, egészen új bombázókat és mindent. Nasser tehát dúzott az önbizalomtól, volt neki most már fantasztikus ipara, elég komoly felszerelése, kiképzése is a hadseregének, és elég jó szövetségek között Szíriában, valamint a kissé vonalkodó is a nyugat felé közeledni akar Jordániával is, és készen állt a harcra. Ugyanekkor Izrael viszont a nyugat felé kezdett el sodródni, mivel Amerika meg Anglia tényleg ilyen furcsa, ambivalens viszonyban voltak közel-kelete, hogy hát igen, persze, a zsidók állama fontos, meg ugye a holokauszt, meg minden, de az arabok ugye Marokkótól Indonéziáig, és mindenki utálja a zsidókat, tehát valamilyen kis koncesziót kell nekik adni, mert hogyha nem, akkor az arabok a szovjetek felé kezdenek el közeledni. Ezt már ugye ez már spoiler mondhatni, de ugye Nasser ezt mondhatni alaposan jól is szúrta, és persze rögött a markába, hogy ha, de Amerika ennek ellenére nem csinál ellenem semmit, mert ő arra vágyik, hogy majd egyszer vissza fog térni a kebelére, de én persze ezt tudom, hogy vissza fog visszatérni, de Amerika úgyse fog visszaütni, tehát tökéletes a megoldás. És valóban Amerika egyelőre nem kezdte elgyepálni Egyiptomot, nem támogatta Izraelt, sőt, egészen sokat beszélt ellene, hát nem brutálisan, de azért távolság tart tőle, de például Franciaország, amelyet baromira sértett az arabok függetlenségi törekvései, akár Algériában, akár vagy az egész földközi-tenger térségében, elkezdett közeledni Izraelhez, és jól lett kisebb jelentőségű volt segítségre. Segítsége hasonló szintlépésekkel áldotta meg Izraelt, hasonló szuperszonikus repülőgépek és mindenféle második világháborúból, esetünkben amúgy főleg amerikai segélyből kapott fegyverek továbbpasztolása formájában, úgyhogy alaposan fel lett építve Izrael is. Itt tehát volt egy önbizalomtól duzzadó arab világ, volt egy Izrael, amely viszonylag erős volt, tehát nem riadt vissza egy háborútól, de ugyanakkor bizonytalanul érezte magát, pontosan azért, mert Amerika nem támogatta eléggé. Ez onnan következett ez a történet, hogy tehát nyilván, oké, Franciaország ad nekünk fegyvert, meg minden mást, meg minden, de ez az oké, de egyetlenül, hogy Franciaország nem fogja megvédeni, nem tudom, hogy nagy támadás esetén Izrael, tehát izraeliek, amit kaptak, megtarthatják, oké, néha akár ingyen is, de nem kapnak plusz támogatást, tehát csak magukra számíthatnak, senki sem fogja meg a kezüket, hogyha valami baj van. Amerika persze ekkoriban idealista volt, és persze a csodálatos JFK, és szeretjük, és pacifizmus, és világmegmentés, és három üzenet esetben lehet, hogy nem hallanak. Jó, oké. Jó, nem, mégis hallanak, néha így megérdek, hogy nem. Ez a fülesnek néha vannak ilyen különös trükkjei. Mert persze miért is váltottam volna a megbiztó fülesemre az egész előtt, nem baj. Tehát Amerika csodálatos idealizmusával, hogy igen, hát majd megoldunk mindent, igen, hogy egyszer összebékítjük az arabokat és zsidókat, és lesz egy tökéletes 100%-os megoldás az egész közel-keleti kérdésre. Ezzel elengedte tulajdonképpen Izrael kezét, és afelé tesztotta, amely aztán majd 1961-ben el is jött. Volt egy csomó részben baromi önbizalomtól, részben eléggé félénk ország, tehát hogy volt egy bizonyos bizonytalanságérzés, bizonyos hódítás vagy érzés, bizonyos revansz érzés, és így következett be, így jött az 1967-es év, amikor valóban keskenyedett a Apollo 2-nek,
és valakinek billentenie kellett. Egyiptom úgy gondolta nagy boldogan, hogy hát ő lesz az, megvoltak a már elmúlott csodálatos csillogó fegyverei, és mindenféle szép játékai, legújabb az orosz játékboltból, szovjet játékboltból, bocsánat, mert szóval az nem Oroszországon, szovjet játékboltból, és miután a sínai félszigetről eltávoztak azok az SZBK fenntartók, akik a legkorábbi 56-os háború után kerültek oda, alaposan fel is vonult Izrael határaira. Izraelnek egy sík sivatag, tehát nem az, hogy felvonult a hegyek egyik oldalára, mint nem tudom, hogy Kárpátok, hanem ott van a határ, ki van így jelölve nagyjából a térképen, minden egyéb nélkül, tehát csak egy lépés, a lépés Izrael. Nem nézem a csatát a továbbiakban, mert mindig megszakítom magamat. Igen, ez egy, hát egy brutálisan fenyegető lépés volt, és mint mondtam, Izrael bízott magában, de nem bízott abban, hogy a nagyhatalmakat megvédik, mert ugye amerikai így, hát igen, szeretünk Izrael, szeretjük a békét, szeretjük a nemzetközi szerződéseket, nem akarunk tömegmészárlást, de nem mondunk semmit, hogy mi történik, úgyhogy csinálj, amit akarsz, amúgy pont nyilván amúgy fejjel előre voltak a vietnami nyugdíjakban, szóval nem is lehet annyira egyébként hibáztatni őket. Vietnamban volt háború, nagy félmilliós amerikai hadsereg volt éppen ott, arra figyeltek, világ másik felé, mindegy. Igen, és az egyik túl kis hírek itt északon, itt, amely látjátok itt a fehér térképen Damaszkuszt, itt jobb oldalt fent, ők is jól felvonultak, Jordánia kicsit olyan enerváltabban, egy jó arab királysághoz megfelelően, de azért ők is eléggé készültek, és aztán persze azt nem lehet pontosan tudni, hogy valóban támadni akartak-e. Ez vita kérdése, aki arab párti, az elmondja, hogy nem akartak támadni, hát csak meg akartak magukat védeni azokkal az offenzív fegyverekkel, amiket felvonultattak Izrael teljesen áthatolható határaira, kívül mondjuk Szíriát, mert ott egy hegylánc van, a Golán felsík. Tényleg csak azért lövöldöztek át a szírek Izraelben, mert mérgesek voltak azért, mert az izraeliek szintén betörtek időnként egyiptomi területre, és ott vadásztak a palesztin terroristákra. Ez kizárólag védelmi célokat szolgált az egész nagy demonstráció. Soha nem derült ki, mert hogy Izrael 1967. június 5-én hajnalban, nem 4-én, amit valamiért sikeresen leírtam a leírásban, 5-én hajnalban általános légicsapást mért Egyiptom reptereire, a legfontosabb ellenfele reptereire, ahol a szép csillagú játékszerek voltak kiállítva. Nagyon magasra rakott keskeny pallóról, igen, nagyon zuhant Egyiptom, pont azt vették el először az izraeliek, amire tényleg mondhatni civilizációs szinten is büszke volt, a csodálatos légierejére. Emlékszem, ez így, tehát hogy tényleg ez így konkrétan egy ilyen, mint ahogy amikor így az önbizalom így tényleg darabokra szakad, szó legszorosabb értelemben. Fizikailag is, tehát elvesztette a hadserege nagyon fontos képességét, és szellemileg is, és látványában is egy izraeli pilóta számolt be, hogy amikor már a bombák kioldása után még visszatértek gépágyúzni a repteret oda-vissza, amíg elfogyott a lőszerük, akkor az orr megbillentésekor, amikor a gépágyút ráengedt a reptérre, így a perifériából látta, hogy a testrészek repülnek 20 méter magasságban nagyjából, szóval, hogy Egyiptom minden szempontból gigantikus csapást szenvedett el, és ez még nem volt minden, hiszen igen, mint itt látszik is, ezek már valódi fényképek, valahai csodálatos MiG-21-es repülőgépek porított maradványai, a rázba nem keverve, és ezután pedig jött a szárazföldi támadás. Először is a megint csodálatos nagyméretű, nagy mennyiségű szovjet tüzérségi állások lerohanásával. Az izraeliek egyszerűen a helyet, hogy futottak volna az ágyuk tüzében szemből, helikopterrel leszálltak az ágyú állások tetejére, és géppisztollyal, kézigránáttal felszámolták az ellenállást, ahogy ezt az ilyen helyi borzalmas vérfürdőkre ezt is szokás alkalmazni, szűk árkokban, késsel, kézigránáttal, pisztollyal.
Igen, és ezután pedig a páncélosok levették az átszázó hálóikat, amikben már ott rejtőztek az egyiptomi hadsereggel szemben, és megindult egyébként Izraelnek nagyjából fele akkor a hadseregének támadása Egyiptom ellen, és hogy az időt ne húzzam iszonyatosan, mert már így is 20 perc fölött tartunk, győztek röviden, kevesebb harckocsival, vagy egyéb harckocsikkal, alapvetően olyan típusú harckocsik voltak, második világháború itt maradtak, mert már a világháborúban is gyengébbek voltak a korabeli szovjeteknél, és itt már az egyiptomi oldalon még modernebb szovjet harckocsik voltak javarészt. Itt látszik is, hogy az izraeli harckocsizók ilyen halottak a csók jelleggel felaggattak egy csomó homokzsákot a sörmenekre, hogy hát, ha jön szemből a 100 mm-es lövedék hangsebességgel, akkor lehet, hogy nem fog akkor rácsattanni, talán valamit felfog, de ettől függetlenül nem féltek, baromi agresszív volt taktikájuk, és nyertek, egyszerűen alapvetően a jobb szakmai felkészültség és jobb taktika miatt. A szovjet típusúan kiképzett egyiptomiak arra vágytak, ahhoz voltak szokva, hogy majd a főparancsnokság pontosan megmondja, végigmegy a parancsnoki láncon az egész parancs, hogy mit kell pontosan tenni, ki merre menjen, hogy mozogjanak egymáshoz képest a hadtestek, mivel ugye meg volt elég brutális légitámadás, eléggé meg volt halva minden kommunikáció, nem volt már tüzérség sem, aki támogassa a helikopterek miatt, és amúgy ugye már mögöttük voltak, már lehetett tudni, hogy már mögöttük vannak az ejtőnyös, egy ilyen 100 km-es mélységben egészen be a Mitlahágóig, ami nagyjából a Sinai félszigetnek a közepét jelzi, tehát hogy lehetett tudni már itt ekkor reggel, hogy már ejtőnyösök vannak a hátunkban, a vezérkar nem válaszol, nincsen légierőnk, bombáznak, és akkor hirtelen minden oldalról elkezdenek rajzani a kicsi ötös sebességbe kapcsolódott izraeli hatkocsik, akik csak imádkoznak, hogy valaki ne kelljen fel az egyiptomi hatkocsikban, és ne találja őket telibe. És sikerült általában. Először ők tudtak ütni, és győztek. Átkerülték az egyiptomi hatkocsikat, hátulról támadtak, a megerősített pontokat kikerülték, gyorsan elérték a már ledobott ejtőerincs alakulatokat, és három nap alatt elfoglaltak egy... Most jól beszívattam magamat, hogy nem csináltam egy ilyen térképet, de mondjuk egy ilyen Erdély mérete területet. Elég kevés úttal és elég érdekes dobozati viszonyokkal elfoglalták, és egy tom most már szárazföldön is totális vereséget szenvedett. Az egész hivatagot ehhez hasonló jelenetek tartították, a szagot inkább el sem akarom képzelni, nem részezem, hogy mire gondolok. Tehát, és ez a, hát még az űrből is látszott, tehát lehetne mondani, de ilyen típusú jelenetek borították a sínai félszeket, tehát ezek amúgy nem is holtestek, hanem ezek járművek, hát, mit tudom én, harckocsik, szállítójárművek, teherautók. Az egyiptomi mondhatni ilyen, nem, tehát én konkrétan ilyen bibliai szintű pánikban menekültek az izraeliek előtt, miután már elkezdődött az egész lavina, megjöttek az első vereségek, jól kiképzett, de nem annyira felkészült az egyiptomi hadsereg, felbomlott gyakorlatilag Nasser-nek büszkesége, felbomlott, meg volt a billentés, és csobbant lent a vízben valami, és hogyha már ilyen könnyen legyőzték Egyiptomot, a többi már mondhatni éregyümölcsként hullott az ölőkbe. A jordániai hadsereg, ami ugye Jeruzsálemet is félig ellenőrizte, meg ott azt a kis kövér területet ott Izrael közepén, gyakorlatilag visszamenekült a Jordánon túlra, a siratófalat tök kis veszteségek árán érték el az izraeli ejtőernyős erők. Hasonló volt ugye a folyamat, sok kicsi, nagyon gyors izraeli erő, az csak kapkodó arabokat elég gyorsan felmorzsolta minden irányból. És hát óriási boldogság, egész nap elvileg az Arany Jeruzsálem nevű klasszikus zsidó himnusz ment a rádiókból, és mindenki boldog volt, hogy visszaszerezték Jeruzsálemet, és szétverték az arabokat, és gyakorlatilag Izrael felül elhárult a veszély, és persze itt lehetne gondolni, hogy hát igen, Izrael agresszorként lépett fel, és brutálisan megtámadta az arab országokat,
Itt az előkészületekre már mondtuk egy pár dolgot, és még érdemes tartom megfontolni azt, hogy igen, igen, ez valóban nem volt, hát nem nemzetközi jogilag semmiképpen nem volt egy elfogadható cselekedet, de egy ilyen helyzetben, amikor lehet tudni, hogy Izrael egyetlen vereség után, hogyha valóban egy óriási vereség van, megsemmisül, a nyugat de valószínűleg nem segít, vagy legalábbis nem mond semmit arról, hogy segítene, sőt inkább segítsége, akkor el lehet mondani azt, hogy az a hasznos, ami biztonságos, az a jó, ami biztonságos, ami most nekünk biztonságot ad, amitől túl fogunk élni, mert ma is, meg holnap is, és az, hogy aztán mit mondanak rólunk mások, az majd egy másik problémakör kérdése lesz. A lényeg az, hogy egyelőre győztünk, és az Arany Jeruzsálem szól egész nap klubban a rádióban, Jeruzsálem Sálcahav, stb. Győztünk. Az invázió, mondták az izraeliek, győztünk, az invázió sikerre járt, azzal a veszély elhárult, bár most jön az a kérdés, hogy egy csomó arab él most már a határainkon belül, ezeket most már kitisztogatni, mint 48-ban, az már nem olyan szép, mert akkor, hogyha nem tudom, bement 500 zsidó egy arab faluba is, és nem jött ki senki élve, csak az 500 zsidó, akkor az így még nem volt ilyen nagy spotlight, de most már úgy, az egész világ szeme előtt játszott, már ez egy fontos, nagyon fontos konfliktus volt ekkoriban, ugye hidegháború két volt oda minden, és akkor már lehet, hogy most nem öltünk minden arabot, akik most elfoglaltunk röviden. Azt mondanám, hogy néhány elég érdekes izraeli figura hozzátette, hogy sajnos, de mindegy, a lényeg az, hogy nem ölhetünk meg minden arabot, akit elfoglaltunk. Ha integrálni akarjuk őket az államba, akkor az azért nem lesz jó, mert ugye akkor mi kisebbségbe kerülünk Izrael ekkoriban. Hát, most jó, megint jól emésztem utána, de 4 millió ember maximum. 4-5 millió ember. 5, legyen 5 lehiselhető túlbecsülöm, 5 szerintem már ez, hogy volt 67-ben, 600 000-700 000 fővel kezdtek 48-ban, bevándorlás, tehát nem született meg egy kétmilliós generáció egy ennyi idő alatt, bevándorlás alapvetően, bevándorlás. És szóval nem, arra magad nem integrál, hát ez, hogy valami mozgásnak még kell lennie, mert ez így nem állapot, oké, elfogadott egyeteket, de ez egyelőre nem állapot. Lehetne mondjuk például az, hogy, most ezt úgy visszhangozzam így rénak mentben a korábbi gondolkodás, hogy annak ellenében, hogy teljes egészben elismerik Izrael állam létét, egy stabil békét kötnek velünk, mert ugye eddig nem is volt béke, csak ilyen fegyverszünet, annak ellenében visszaadunk mindent, amit eddig foglaltunk el. Az, hogy a palesztin menekültek el, mi lesz az egy másik konfliktusnak a kérdése volt, azokat nem engedjük vissza, tehát minden marad a régiben, de erről akár lehet szó. Az arabok persze mondták, hogy nem. A sérthet, ugye, tényeket mondhatni egy ilyen apokaliptikus mértékű vereség után voltak, tehát hogy az, hogy most még be is hódoljanak, és tényleg ismerik, hogy igen, ez a vereség végleges, mert ugye el is ismertek, hogy igen, Izrael győzött, vegyük meg az elismerést, meg mindent. Az tulajdonképpen elismeri, hogy hát igen, Izrael győzött, oké. Okay. Kihúzta a méregfogunkat, ezt így nem. És azon kívül persze múlott volt a nagyobb kérdés, hogy hát igen, de itt van még mindig az a félmilliók menekült, azt a nagy béke után sem engeditek vissza. Ez azért jó, persze béke, de azért mégsem az a béke, amit tényleg az egész közel-kelet olyan epekedve vár. Úgyhogy hát nem lett olyan nagy béke az egészből, hanem mindenki beleakaszkodott bulterierként a saját kis igazába, és húzta, amennyire csak tudta, mert megint csak beütött az a klasszikus logika, hogy hát igen, lehet békéről beszélni, meg megegyezésről, de ha valaki békéről beszél, és azt mondja, hogy igen, a felém nyújt a békébot elfogadom, a világpolitikában simán előfordulhat az, hogy akkor azt így félreütik azt a békéjobbos között, mert egyszerűen, mert hát gyenge vagy, mert hogy ez az ilyen chicken game. Te békét azt mondod, hogy jön neked jól a béke, hát akkor bocsi, nem, mégsem, akkor még tovább húzom a követelményeket még egy szóllal, úgyhogy csak az erők valódi mentális és fizikai egyensúlyában lehet békét kötni, ami egy elég érdekes játék része, persze ilyenkor ropognak a fejek, meg minden, már fizikailag, mondjuk a láncnapok alatt, de hát
Ez sajnos nem lehet elkerülni, főleg egy ilyen helyzetben, amikor minden az indulatok mind a két oldalon a világ tetejére hágnak, és minden tombol. Az arabok összeültek egy nagy konferenciára Rabatban, Marokkóban jó messze-messze távol Izraeltől, lehet, hogy legmesszebb mondhatni, ahol egy ifjú, a kék vonalon látható katonatiszt, egy bizonyos Muammar Kaddafi, aki úgy érzi, hogy még szép jövővel előtte is nem fogják 42 év múlva egy csatornából előrángatni, hogy szétverik a fejét, mint ahogy ez meg is történt vele. Tehát ő azt mondta, hogy hát itt van az rengeteg elégedetlen palesztin, akik a táborban vannak, ereszünk őket rá Izraelre, most ugye nem tudunk támadni, mert ugye a harcosok elpusztultak, légierő elpusztult, minden más elpusztult, de hogy ilyen aszimmetrikusan ezt így jól meg lehetne csinálni. Hát Gábor Nasser elnök erre a képen látható fejet vágta, mondhatni, nyilván nem ez a mondat, ez az pillanat, amikor mondja a mondatot, de hasonló fejet vágott erre, alapvetően azt mondta, hogy nem, ha most ezt keményen megcsinálják ezt a nagy terrorhagyjáratot, akkor Izrael nagyon vissza fog ütni, nem vagyunk felkészülve, ezt hagyjuk a francba, minden esetre Rabatban azt elfogadták, hogy Izrael nincs béke, nincs egyetértés, nincs elismerés, mindent vissza, arabokat vissza, Izrael nincsen, a zsidók menjenek haza Európába, vagy nem tudom, vagy a kemencékbe, vagy ahova szeretnének. Igen, egyébként a holokauszt dicsőítés az, hogy gyakori volt az arab oldalon, akár tetszik, akár nem. Ez így van, most nem is kommentálom inkább, mert nagyon belebonyolódnánk. De egyébként Kaddafinak az ötletét mások teljesen önhatalmilag meg is fogadták. Mint mondtam, 48-ban is sokkal menekült a Izraelből, és aztán a 67-es háború után még tovább, hát amúgy csomó ott is maradtak, mert már most hát hova meneküljünk még innen, de egy csomóan tényleg tovább is mentek, hogy hát ne lakjunk konosz zsidó uralom alatt. Tovább mentek mondjuk, hogyha itt látjátok ezt a nem is tudom milyen indítatásból kézzel megrajzolt térképen, ezt a kis érdekes duplaba balakot, na, annotét. Akkor erről a területről mondjuk ide jól, hát ez a nagy sivatagi terület, ez itt Jordánia, ide menekültek át rengetegen, és az úgynevezett, hát főleg ilyen részben a pusztaföldön, na ezt jól megcsináltam? Ezen a pusztaföldön részben az ENSZ által biztosított ENSZ hasonló blokkházakban laktak, ami valóban nem volt nagyon komfortos, és hát az egész világuk tényleg olyan emberek között, akiknek a világok összeomlott, akik teljes létbizonytalanságban élnek, mind szellemileg, mind az egész közösség sorsát, illetően, mind fizikailag egyszerűen, elég könnyű. Nem szeretek a vicitipsokat mondani, csak sajnos állandóan leírom őket, de ez klasszikus angol, egy nagyon szép angol egónizus, hogy start getting ideas. Elkezdenek ötleteik lenni, mutatni negatív módon ebben az esetben. És hát igen, az itt lakó araboknak, palesztinoknak azért palesztin, mert a ő számukra, mondjuk ezt nem is köszönöm, de Izrael az palesztina, szóval, hogy ők ilyen palesztinai arabok, palesztinok, nekik elkezdtek elég érdekes ötleteik lenni, alapvetően annak a felerősítése, amit eddig is csináltak, hogy ez a klasszikus betörünk, megölünk pár zsidó, csak ugye az izraeli hadsereg egyre erősebbet is, egyre inkább rafináltam, és egyre erősebben jutott vissza. A búlteri harapása egyre erősebbet mind a két oldalról. Az úgynevezett palesztin felszabadulási szervezet, a PFS, amiknek a srácai ezekben az érdekes kockás kendőkben rohangáltak és rohangálnak mind a mai napig a keféjében. Ekkoriban eléggé megerősödött itt a menekültáborban, különösen Jordániában. Jordániának amúgy már mondhatni egy nagyon komoly politikai ereje volt a területén lakó a palesztin menekültek tömege, tehát egy 1 milliós közösség lakott teljesen felfegyverezve a főváros közvetlen környékén. És hát állandóan betörtek Izraelbe, illetve mivel Izraelben már azért nehéz volt, feszélyes volt, elkezdték a nyugati világ figyelmet is felhívni. A világ minden részét végrehajtott mindenféle érdekes akcióikkal, például Athénban volt ez, hogy az izraeli légitársaság egyik gépét kézgránátokkal dobálták meg, aztán valaki megsebesült, vagy három megsebesültek, talán valaki meg is halt,
a gép nyilván nem, szállt fel, tehát kicsit kiugatták. Ez egy klasszikus ilyen raptámadás volt, viszont a zsidó válaszára klasszikusan, klasszikus mértékű volt. Azt akkor lehetett tudni, hogy ez amúgy nem is Jordániából, hanem a Libanonból, tehát itt a Tukri rész idézet alatt, területről indult ki a támadás, ott anyáztak a gép elleni támadás kitervelői. Izrael kérte persze rögtön, hogy Libanon adja ki neki ezeket az embereket. Libanon visszaválaszolt, hogy hát az, aki nem létezik, nem is válaszolhat, mert ugye Izrael nem létezik, vagy annak nem is válaszolunk. Úgyhogy Izrael 1968. december 28-án felpakolt egy olyan 150 főt helikopterekre, és éjszaka leszálltak a beiruti repterekre, beiruti reptérre, ahol aztán, amit találtak, az gyorsan felrobbantották. Csak így a mi használatás véget. Tehát úgy így, ahogy szokták mondani, hogy érezzék a törődést. Tehát nem volt egy célem, az volt, hogy megtalálták a palesztin terroristák repülőgépeit, nem is tudom mi. Voltak ott parkoló civil gépek, franciák, németek, minden, de utána meg már nem voltak. Felpakolták, akit találtak, ezt gyorsan megölték, felrobbantottak mindent, aztán pedig összepakoltak és visszamentek Izraelbe a helikopterekkel. Helikoptereikkel? Szóval ilyen típusok voltak a zsidó visszaütések, és persze ugye erre még egy erősebb palesztin válasz. Ez már egy másik terrorizmusról szóló előadásban ezt ki is fejtettem, hogy hát ugye ez a spirál ez megy lefele, ameddig véget nem ér valahol. Itt is ment a spirál eléggé lefele, Izrael látta, hogy nem akarnak békét az arabok, a palesztinok most már tényleg nagyon brutális a temékek ennek is, aztán persze jött a müncheni olimpia is, 1972-ben, amikor mondhatni az egész világ szeme láttára, csapták az arcába Izraelnek a saját állampolgárai hulláit, mert ennyi csak egy ilyen Izrael megalázott úszhelytés akció lett volna, hogy megszállják az izraeli sportolók szállását, és aztán követelik, nem tudom, 829 ezer plusz egy arab foglyot kiengedjenek az izraeli börtönökben, hogy ez szokásos volt, de aztán a német rendőrség alaposan elszúrta az egész műveletet, rohangáltak össze-vissza ott a városban, és hogy ki merre fog menni helikopterekkel, amit a rendőrség odaad, ott úszállítunk, minden, aztán végül sikeresen ott érték a helikoptereknél a dolog, túszok a szállító helikopterből, valahogy végül ennyi maradt, a terroristák most sokkal több, meg aztán ugye a családikban sokkal több, meg aztán az ismerőségben sokkal több. Miután az izraeli titkosszolgálat elkezdte egy 20 éves projektek keretein belül a szemek és a fogak visszatérítését behajtani az arabokon. Úgyhogy ilyen szempontból egyre inkább növekedett a feszültség a nagy invázió után. Az még nem látszott annyira erősen, hogy mi lesz a megoldás, mondjuk az arabok számára, hiszen abban voltak stabilan, hogy hát igen, Izrael hadsereg erősebb, jobban felkészültebb, egy 10 éves projekt keretein belül talán tudunk valamit csinálni, de most itt egy-két éven belül, hogy a következő szezonban rohanjuk le Izraelt, főleg úgy, hogy például Egyiptom irányában már a Szuezi csatorna határolja Izraelt, ami ugye, ahogy most olyan táborok mondta Izrael részéről, a világ legjobb harcos járka, egy, nem tudom, 200 méter széles tengeri járatokkal sújtott víz, csáv, amin elég nehéz áthatolni. A Szíria részéről elfoglalták a szír határhegyeket, a Golán felsíkot az izraeliek, Jordániából a Jordánia felé a Jordán oldalát, tehát most már voltak mutatni természetes határa Izraelnek, az arab hadseregek meg elég gyengék voltak, elég rosszak voltak a pozíciók. Tehát valaminek történnie kellett. Azért lassan történt is, például néhány kudarcot elszenvedtek, például betörtek Jordániába, ott azon a kis, ott jobbra, azon a kis zöld háromszög részre, a jordániai főváros környékére, amman a környékén elrohantak egy menekült tábort, hogy megöljenek, amit tudnak, mert onnan terroristák jöttek ki, nem tudom, 3 nappal korábban. Ezt a palesztinok kivételesen visszaverték, mint azt a mellékártával mutatja. Néhány izraeli harckocsi jól ott maradt, és az arabok mondhatni, tehát a megalázott emberek eufóriájával tombolva örültek, hogy három darab harckocsit kilőttünk Izraelből is.
mekkora eredmény is, most már biztos csak győzni fogunk, és minden jó lesz. Úgyhogy kezdtek gyülekezni az önbizalomnak a hullámai, de aztán volt még egy csomó más érdekes folyamat, ami aztán elhozta azt, hogy itt ezen a sivatagos területen, a dűnén a dolgok egy kicsit más irányba forduljanak. Ez nem volt más, mint megint a világpolitika boszorkány konyhájának mozgásai, többek között a világ közvéleményének a változásai is. Izrael ebből valamilyen szempontból egyébként előnyösen jött ki. Európa, miután az arabokat lerohanták, ezáltal megszegve a mindenféle isteni és emberi törvényt, alapvetően a nemzetközi jogot röviden, ezután mindenféle fegyverembargót vetett ki Izraelre, és a franciák se adtak többé már fegyvert, elvileg, gyakorlatilag közölték, hogy nem adják oda azt a megmaradt 50 vadászgépet, ami még a gyárban van, azt a szép kis szuperszónikus kis karcsú akármit. Ezután valahogy mégis felbukkantak ezek a repülőgépek Izraelben, és a franciák panaszkodtak, hogy az izraeliek ellopták a terveket Franciaországból, majd pedig így gyártották le Izraelben ezt 50 gépet valahogyan, majd utána az is kiderült, hogy a franciák maguk passzolták oda függ alatt ezeket a terveket, majd legutóbb meg az derült ki, hogy pont 2 éve, hogy ezek konkrétan azok a gépek voltak, csak a szétletek szerelve is utána összerakva Izraelben, szóval Európa igazából csak így mondta, hogy hát jaj, szegény arabok, jaj, de sajnáljuk a rengeteg menekültet, meg a nagy vereséget, meg hogy Izrael hódítja itt a területeiket, nem adunk fegyvert Izraelnek, de persze adunk. Persze ez amúgy mondhatni, ez egyébként mondhatni nyílt titok volt, így mindenki számára, aki az arabokat támogatta, az így, annak ez elég rossz pont volt mondjuk a nyugati kormányok részére. Amerikában egy sokkal pragmatikusabb, sokkal reálisabban látó elnökség jött. Richard Nixon elnöksége, Henry Kissinger a külügyminiszterségével, Nixon itt középen mutat valami szépséges dolgot az izraeli miniszterelnöknek, Golda Meirnek, ott valahol fent. Kissinger pedig itt jobb színen áll a nagy vastag keretes szemüvegben. Ők voltak azok, akik igazából tényleg szövetséget kötöttek Izraellel két szempontból. Egyrészt Amerika szereti az erős kislányokat, kisfiúkat, minden a földön mindenhol, szeret erős országokkal barátkozni. Minden régióban, ha az arabok ilyen nyomorú csicskák, hát akkor Izraellel most lesz most a barátunk. Megérdemli. Ezen kívül pedig tényleg meg volt benne az egyébként tényleg tök reális folyamatérzés, hogy tudta, hogy ha biztosítékot ad Izraelnek, hogy Amerika megvédi, meg fegyvereket Izraelnek, hogy amerikai fegyvereket, amikkel meg tudjuk védeni, akkor Izrael kevésbé lesz ugrálós. Neki nem lesznek ötletei. Szóval, hogyha ezek meg lesznek, neki ezek biztosítékok, akkor nem kezdem mindenféle kalandokba, hogy jaj, be kell magamat biztosítanom, mert különben pont, hanem azt mondja, hogy jó, hát Amerika megvéd, és van mögöttem, nem kell senkit menekülteket zargatnom a sivatagban, harckocsikkal, stb. Úgyhogy az így stabil lesz, és tényleg ez rakta le annak az alapját, amit ma mind a mai napig követnek Amerika és Izrael viszonylatában. Izrael erős, szeretjük, ezen kívül pedig, hogyha Izraelt a szeretetünkről biztosítjuk, akkor nem lesz ideges, és nem kezd el tombolni a Közel-Keleten, és szétdobálni az egész homokozót különféle homokot olvasztó eszközökkel. Ennek a szeretetnek a bizonyítéka persze ilyen típusú kis, ilyen formájú szeretet nyelven fejeződött ki, 24 méter hosszú, 15 méter szájfesztávolságú szeretet nyelven, a világ legjobb, korabeli legjobb vadászgépe, vadászbombázó csodálatos gépe, a képében, amiből kaptak egy ilyen 100 darabot izraeliek, szigorúan békés felhasználásra, amivel aztán alaposan le is lődözték az éppen Izrael fölött gyakorolni próbáló szovjet pilótákat, akik már a következő arab-izraeli háborúra készültek, és persze szigorúan csak tanácsadóként voltak itt, de valami miatt mégiscsak elkezdték piszkálni az izraeli légierőt, aztán találkoztak az új szép játékszereikkel az izraelieknek, és aztán ha nem tudom, hazavitték-e őket, nem tudom, mit vittek belőlük haza, ólomkoporsóban, Moszkvába. A nyugat tehát egészen pozitívan kezdett el Izraelhez, mint győztes államhoz, viszont a nyugaton pont ekkoriban elég érdekes folyamatok zajlottak le politikailag. Például a közvélemény ekkoriban épp abban a lázban égett, hogy a gyarmatok most már felszabadulnak,
a nyugat viszonya egyre igazságosabb lesz a világ többi részével, és ez nekünk is jó, mert ezáltal mi is mondhatni, szabadabbak lehetünk. Tényleg ezek a gyarmati népek, ezek olyan ártatlanok, olyan megvan belőlük ez a fajta eredeti idealizmus, ezek a sajátos régi hagyományos értékek, amelyek most már bennünk a dekadens nyugatiakban már nincsenek meg. Ezt fejezi ki mondjuk Frank Herbert Dünéje is, ahol a fremenek csodálatos vademberi kvalitásai azok, akik legyőzik az ipari társadalom szardaukár szuperkatonáit, mert bennük megvan egy ilyen sajátos, varázsatos, nem tudom, sivatagi lendület és eredeti erő, és tényleg ilyen, és ilyen szempontból a nyugat közvélemény egyre pozitívan tekintett az arab országokra, hiszen hát ugye gyarmati országok is ilyen sajátos, hagyományos társadalmak is sajátos, hagyományos értékeikkel, és ezen kívül pedig, amit el is mondtam már, mi is csak akkor lehetünk szabadok, hogyha a szabadság globális lesz, tehát mint ahogy ezt egyébként egy François nevű pszichológus vezette le, mondhatni egy ilyen, az ilyen emberi kapcsolatokból, például hogy az ilyen bántalmazó kapcsolat, a bántalmazónak sem jó, ő is csak akkor ezt mondhatni szabad, hogyha abba hagyja a bántalmazást, ilyen szempontból, hogy gyarmati viszonyban a gyarmat tartó is akkor lesz igazán szabad, hogyha nem bántalmazza, nem abuzálja a többi gyarmati népeket, akkor lesz igazán tudatos és szép társadalom, hogyha nem lesz a gyarmataink, és minél jobb viszonyt alakítunk ki ezekkel a népekkel. És ugyanez ezek a nyugati közvélemény áramtai nem juthattak uralomra nyugaton, de azért bizonyos hatásuk volt a kormányi politikájára. Az Egyesült Államok többek között azért hasonló áramlatok hatására készítette Izraelt arra, hogy 1970-ben fegyverszünetet kössön Egyiptommal, és ezentúl ne lődjözze szét Egyiptom tankjait, amiket felvonultat a Szuezi csatorna túlsó partjára. Ebből viszont az lett, hogy Egyiptom nem csak ezeket az eszközöket vonultatta fel, hanem mondjuk légvédelmi rakétákat is, amelyek igen, persze, csak védelmi jellegűek, majd ki fog derülni, hogy mire lehet őket használni. Mit tudnak még megvédeni ezek a légvédelmi rakéták? Hát igen, most hirtelen nagyon nagy ugrottunk, mert azt hittem, hogy még lesz valami, de nem volt. Mert igen, szépen lassan a 70-es évek, Izrael érzékelte, hogy a világ közvéleménye mondhatni ellene fordul, amellett, hogy az kormányok szeretik, kifejezik szeretetüket mindenféle értékes ajándékok formájában, aranyat, tömi, mirha és fantomvadászgép, de érzékelte, hogyha még egyszer úgy fog viselkedni, mint 67-ben, akkor tényleg egy párja lesz, mint mondjuk a korszakban a dél-afrikai köztársaság, de sajnos arról korábban nem beszéltük, így nem is tudhatjátok, hogy Dél-Afrikában mi volt akkoriban, de mindez jól a Dél-Afrika, meg egy csomó más ilyen párja állam, szóval az arabok csinálhatnak, mit akarnak, de mi nem támadhatjuk meg őket. De az arabok közben egyre jobban elkezdtek ismét összedni magukat, itt volt ez a sajátos epizód is, ezek a tankokkal, amiket kilőttek az olajfák mögül, az a három harckocsi, ott a menekültábornál, és az a bizalom az nőtt, és a szovjetek is érzékelték, hogy Amerika, hogy mivel az arab világot ilyen nagy globális újulat veszi körül, ő nyugodtan megteheti azt, hogy felszereli az arab országokat mindenféle sajátos játékszerekkel, mert nem fog Amerika közbelépni, nem fog visszajutni. Az arab államokat szeretjük, persze nyilvánvalóan kevésbé vagyunk velük szövetségesek, de nem bántjuk őket, nem kezdünk el tobolni, hogyha kapnak mondjuk 500 harckocsit és ilyen más hóságokat. És így történt meg az aztán, hogy Izrael 1972 végétől egyre inkább látta, hogy az arabok, különösen ami az egyiptomi részt illeti, itt a fekete szaggatott vonallal jelölt Szuezi csatorna környékén, egyre komolyabb előkészületeket tesznek a támadásra, aztán 1973 májusában majdnem el is kezdték már, de aztán mégsem, aztán még volt vagy 5 vagy 10 ilyen vaklárma, az izraeliek egyre zavarodottabbak voltak, hogy most mi is történik,
az így le volt szögezve, hogy ők nem támadhatnak, mert akkor Izrael már tényleg elássa magát, nem támadhatnak. Aztán 73. október 4-én már majdnem stabilan jelezte a Mossad, hogy hamarosan támadás fog bekövetkezni. De talán a Vivi is mint azt mondta, hogy hát, srácok, akkor azt kell csinálnunk, hogy akkor most bevárjuk az első csapást. Mert hogy nem lehetünk megint olyanok, hogy mi vagyunk az agresszorok, akik már megint csúnya fiúk, akik bántják az arabokat és minden is. Hát amúgy ők nem is akartak támadni, és megint az lesz, mint 67-ben, hogy a védelmi célra felvonult hadsereget szétverik, és meggyalázzák, és megint ott fognak tüntetni a srácok, mint Vietnam esetében is, a Lyndon B. Johnson ellen, hogy LBJ, how many kids did you kill, have you killed today? És megint a mi kezünkön fog száradni az arabok vére, úgyhogy kussolunk és várunk a szépen felépített homokfalaink mögött, bár itt már jól elszpoilereztem ezt a szépen felépíteni szándékozott sztorit. 6 év alatt jól felhalmoztak egy rakás homokot a Szuezcsatornán a saját partján az izraeliek, mondván, hogy ez megfogja a lövedéket, hogy a homok, tehát mintha beledobsz a követ, a fán talán nem tudom átmegy, mondjuk egy nyíla látható, nem tudom mondjuk a vászont, meg a fát is, de a homokot azt így egyre nem. Főleg, hogyha nem tudom, több millió köbméter van belőle, de az arabok 73. október 6-án, mint kiderült, 6 év alatt rájöttek, hogy mint ahogy a gyaloggalokban mondták, hogy mi úszik még a vízen, a kacsa, és hogy mi töröli el a homokot, hát a víz, mint ahogy tényleg egy homokozóban, hát a víz töröli el a homokot, úgy fogták magukat, és hoztak iszonyatos teljesítményű locsoló csöveket, nagy tűzoltó csöveket, és a támadás előkészítése alatt, miközben az ágyúikkal lőtték veszettül az izraelieket, elkezdték szétfúvatni az izraeli gátakat, és egy 3-4 óra alatt végeztek is egy ekkora méretben, mint ahogy itt látszik itt a képen. Aztán természetesen nem az orosz, nem Oroszországból érkezett oroszul beszélő mérnökök segítségével elég gyorsan összeértek egy pár hidat, amin aztán pedig iszonyat gyorsan átkeltek, és itt jön be az Izraelnek még egy sajátos, és mondjuk a nyugat által annyira nem, a megelőző csapásokat annyira nem imádó nyugat által annyira nem megértett tudósága. Ugye Izrael mondjuk 5 milliós, akkoriban 6 milliós, nem tud 500 ezer embert egész évben ott tartani, és azonban hogy nézzék a szemben lévő partot, azt kell csinálnia, hogy elég kevés ember hagyott, tehát tényleg egy ilyen 10 ezer fő mínusz, tehát 7-8 ezer főt az egész, hány száz kilométer ez? 200 kilométerre, ilyen kis erődökben, és aztán azok majd jelzik a támadást, és aztán majd jön a légierő, amiben majd szétbombálsz az építőműveket, mert ugye a légierőnk az ugye nekünk a legerősebb, ugye megiskoltuk a szép kis fantomokat, meg minden, a légierők erősebb, jó lesz. Aztán közben mozgósítunk, az ország élete megáll, felállítunk egy gyorsan egy 1 milliós hadsereget a tartalékos haderőből, és ide jönnek a frontokra, és aztán visszavernek mindenkit. Ez volt az elv. De ugye mivel nem támadhattak először, ezért ugye ezt nem tudták rögtön megcsinálni, a támadás napján már folyt a mozgósítás, de ugye még nem mentek ki a frontra, mert ugye hát nem támadhattak először, mert ugye tényleg az egyiptomi támadás előtt 3 órával kezdték el, szóval hát most fizikai korlátok voltak azért. És az egyiptomi támadás éppen azért ezt a minimális erőt érte, és alaposan át is tört rajta elég sok ponton. Na, de Izrael mondta, hogy jó, nem baj, klasszikus módszer, jöjjön a légierő, az majd fenntartja az arab csapatokat, amíg nem jönnek a páncélosok, nem pakolnak mindenkit a lövészpáncélosokba, mindenhova másba, és addig meg kell tartani ezeket a állásokat a Szuezi csatorna partján, itt ez a mindenféle európai városról is elnevezett, például Budapest, amit alaposan levágtam a képről, de ott van jobbra fent, már is csatorna partján, hanem Bud néven konkrétan, mert ugye voltak itt elég sok magyarul beszélő zsidó is még. És akkor minden jó lesz, megoldjuk a kérdést, és jöttek is a képek, és nem tudom, hogy ki emlékszik vissza arra, de gyereke, ki emlékszik vissza arra, hogy amikor meglett a fegyverszünet annak idején a nyugati világ nyomására, mit raktak le az arabok a Szuezcsatorna partjára?
légvédelmi rakétákat, amelyek nagyjából 40 kilométer, függőleges 40 kilométerre, vízszintesen mondjuk egy, hát az valószínűleg valamiféle gömbsugáron kéne mérnem, mindegy 40 kilométer oda-vissza, előre, hátra, felfele irányba, számolja ki, aki tud számolni, én nem. És amikor meg is jött az ez a légierő, akkor lerobbantották az égről. Röviden tényleg voltak ilyen jelenetek, hogy megjött négy gép, és akkor egyszerre lezuhant. Tényleg így megjöttek a gombot, és bum! És aztán még egyszer bum! És a hadügyminiszter ott hallgatta a Tel Avivban a pilótai üvöltését a rádióban, hogy nem bírjuk, és a közben a gyalogsági üvöltést is, hogy áttörnek, és mindenhol áramlanak be az arabok, és nincsen légitámogatás, de van, csak lelövik, és akkor igen, és akkor nem akarok belemenni ebbe a kérdésbe, de igen, ő is visszakérdezett volna, elmetett volna Washington és London és Párizs utcáira, hogy megkérdezze a srácokat, hogy kedves protesters, how many keys have you killed today? Mert oké, hogy egy konfliktusban van jó meg rossz fél, de mindenképpen meg fog halni valaki. A világot nem lehet teljes egészen megjavítani, a konfliktusokat megoldani úgy általában úgy szokás egy keskeny pallón, ami ugye mondjuk ez a kényszerhelyzet volt, hogy valaki lebillen a földbe, a vízbe, ebben az esetben a zsidók billentek le. És ez így jobb. Az arabok alaposan át is törtek a Szuez-csatorna másik partjára, ugye a légierő megtépázva, az a minimális erő visszaverve. Persze jött a mozgósítás, jött az ellentámadás, de az arabok erre is fel voltak készülve, a legszebb játékszereik, legutóbbi karácsonyi szezonban kijött játékaikkal, erre is voltak megfelelő rakéták, amiket az oroszok ugyanabb fejlesztettek ki, én pedig a képeiket ebből a nagyjából 27,5 képpont kaliberű videóból ki is vágtam. Rendesen irányítható rakéták, mondjuk 3-5 kilométeres távolsággal, amiket az arabok miután elérték a csatorna másik partját, szépen kipakoltak, leraktak, minden dolgot kihúztak, és amikor jött az izraeli ellentámadás, aminek ugye nem volt elég ideje elég gyorsan odaérni, akkor ezek a rakéták, mint ahogy egy izraeli veterán túlélő leírta, elég kevés túlélő volt abban a hadosztályból, a hajnal fényében látták, hogy a dűnék tetejéről megindulnak ilyen hosszú tűzszíkok, ha haszúzik felé, és azok szépen még manővereznek is, mert ugye ezeket lehet ilyen kis joystick-el irányítani, onnan a kis gödörből, és bum-bum-bum, és ugyanaz a jelenet, mint az egyiptomiakkal korábban, csak most másik irányban, de igen, ez is sokkal jobb, és a világ ismét igazságosabb lett, nem tudom, 20 kiégett izraeli tankkal, köszönjük szépen. Viszont ezután azért beütött az Amerika részéről, hogy azok a biztosítékok, hogy igen, Izrael kezét nem engedjük el teljesen, és igen, lehet, hogy a tüntetők föltözverik magukat az utcán, de akkor sem engedjük el Izrael kezét teljes egészében, és lehet, hogy most hozzákötjük magukat a közel-kelethez 50 évre, mint ahogy az be is következett, de Izraelt most megmentjük. Hú, de jó, rajta maradtak ezek a kis tokenek a képen, mindegy, és elkezdődött az Operation Nickel Grass, aminek keretein belül a Izraelt gyakorlatilag fizikailag kifegyverezték a katasztrófából. Egyre több és több, fizikailag több és több felszerelést tömtek az izraeli hadseregbe, mint amennyit az arabok képesek voltak elpusztani, és egy amúgy az izraeliek ezt elég jól fel is használták, és egy hét után alaposan visszanyomták az egyiptomiakat, mert azok közben megint elég érdekes öteteik lettek, kitörtek a csatorna övezetből, előre nyomultak Izrael felé, mert persze ők csak védekezni akartak, hát igen, azért nyomultak előre 100 kilométert, csak hogy nem számoltak egy dolgot, az, hogy ugye a légvédelmi rakéta ható távolsága 40 kilométer, hogyha ezt elhagyják, akkor utána már nincs, onnan már nem tud elrepülni, a radar már nem hat, és utána akkor van egy légierő, ami elég dühös már, és elég komoly képességei vannak, és az arabok ugyanúgy visszakapták az arcukba azokat a szép kis tűzszékokat, amiket korábban ők ragasztottak rá a zsidó tankokra, és az egyiptomi hadsereg szétverette a fejét a Sínai félsziget közepén,
Aztán pedig a zsidók azóta is számtalan páncélos fekszik ott meglepő közelségben egymáshoz. Azt hiszem, bár az, hogy ez a Golán fennsíkja volt északon, de a modern történelem legnagyobb páncélos hatályi zajlottak itt, bár nem tudom, hogy ez kinek okozva örömet az információ. És aztán a zsidók hoztak szépen egy még jobban összekészített hidat, aminek nem is kellettek csónakok, hogyha azok álljon, hanem csak simán gurult a földön. Egy ilyen hernyószerű híd, aminek üreges görgői vannak fémből, végig lehet húzni az egész sivatagon, aztán pedig elérte Suezt, akkor rágurult a vízre, és onnan már lehetett húzni hajókkal, és átment a part 10 perc alatt, és Izrael meglehetős lendülettel és dühvel betört Egyiptomba, a sínai félszigeteneket egyiptomi hadsereget bekerítette, és közölte, hogy mostantól meg se áll Kairóig, és mindenki azt szerint akar, a tüderők tüntethetnek, ki megkérdezhetik, hogy hány gyereket öltél még már meg ma. Most a keskeny palló kérdését egyszer is mindenkor megoldja. De hát minden mesének egyszer vége szakad, ugyan Egyiptomot és északon Szíriát is alaposan megverték az izraeliek, és még be is törtek még Szíriába is, tehát a két arab főváros környékén álltak már, egyik oldalon Damaszkusz, másik oldalon Kairónál. Ja, Jordánia közben amúgy ő közölt a háború előtt, hogy be se lép, tehát a háború előtt közölt, hogy ha, srácok, én nem jövök, csináljátok, hogy akartok. Viszont megvan ugye egy sajátos egyensúly, az oroszok közölték 90 hajóval alátámasztva, hogy ők hajlandóak Egyiptom mellett beavatkozni, úgyhogy Izrael legyen szíves visszatakarodni a területeire, és Izrael fogta magát, megállt ott középen, Kairótól kb. 50 kilométerre, adott vizet inni az ellenfeleinek ott a bekerített sivatagban, a szíreket ott hagyta, hogy hadd följenek a vereségükben, a terroristák tovább lövöldöztek a következő 20-30-50 évben. 1975 nyarán az ENSZ biztonsági tanácsa a világ nagyobb javára kimondta, nem is biztonsági tanácsa, hülye vagy a közgyűlése, kimondta a világ nagyobb javára, hogy a cionizmus, tehát Izraelnek az állami ideológiája, hogy legyen egy izraeli állam ott a közel-keleten, a cionizmus az a rasszizmus egyik formája, tehát ennek megfelelően illegitim, tehát ennek megfelelően Izraelre azt mondasz, amit akarsz, és persze gyakorlatilag, hogyha ellene cselekszel és az arabokat támogatod, akkor az jó, és persze Izraelre még brutálisabban válaszolt, és hát megérkeztünk a csodálatos Máma, ahol vörös révék átfelment a keskeny pallón, és a lelke repül tovább, végtelenségekben az arabok közben elkezdtek szívózni a nyugattal is, bevetették az olajfegyvert, vagyis megsértődve az amerikaiak repülőgépekben kifejezett szeretett nyelvén elinte lelőtték az olajszállításokat, majd aztán pedig eléggé korlátozták ezzel, felverve a mai szint közelébe az olajárakat. Korábban tényleg baromi alacsony volt, tehát ilyen nagyon olcsó szlaff volt az olaj, ezen túl drága volt, és aztán jött persze az Amerika rákoncentrálása közel-keletre, mint mondtam is, hogy hát igen, hogyha 50 évig is kell itt maradnunk, hát ott maradtak 50 évig, jött a Carter doktrína, hogy védjük meg az olajforrásokat, ami aztán az afganisztáni válsághoz vezetett, és minden egyéb más. Jó, viszont az erők a Bull-Terrier fogásnak azért voltak pozitív eredményei is. Mint mondtam, jól talán, hogy a beszélgetett a háborúba 73-ban, és egyébként is, hogy belátta, hogy igen, egy ilyen erős kisfiúval nem szabad verekedni a homokozóban, mert pofánver és a fogainkat kitöri, a csúszda szélén, meg ilyenek, hasonló érdekes dolgok lesznek, úgyhogy érdemes inkább megosztani vele a játékainkat, és ennek megfelelően 79-ben teljesen önzetlenül békét kötött Izraellel Egyiptom, és Jordánia is, tehát korábban, lehet később, hasonló időszakban. Szóval lehet mondani, hogy igen, a háború milyen szörnyűségesek voltak, de itt azért van egy kis reménysugár, a kölcsönös erőfitoktatás meghozta azt az eredményt, rájöttek, hogy igen, egy is tudja legyőzni a másikat, itt kell élnünk egymás mellett, fel lehet ezt fogni logikusan, és hát végül is tudunk fizikailag békében élni, nyilván nem kell egymást boldogra puszilgatni és szeretni, de tudunk fizikailag békében élni. Izrael viszont a saját területén belül
megszerzett területeket nem engedte el. Ja igen, a sínei, vissza spoiler, a sínei félszigeteket, sínei félszigeteket, félszigetet elengedte a béke fejében. Szíria megsértődött és közölte, hogy neki nem ez béke, úgyhogy a Golán fennsék hegyei, az továbbra is Izrael része, ezen kívül pedig azokat a területeket, ahonnan az arabok elmenekültek, meg részben ott maradtak, azokat továbbra is megszállva tartja és tartotta, és mivel ugye nem volt békeszerződés, meg semmi egyéb más, meg nem volt hajlandóság, elkezdte szépen betelepíteni, mert akkor ez most már az enyém, most már nem is adom vissza, most már, tehát, hogy lehet ugrálni, lehet azt mondani, hogy igen, Izrael egy apartheid állam, jogilag egyébként az, hogy most röviden ezt mondjam, tehát most nem kell ezen borzasztóan sikoltozni, hogy azt mondta, hogy apartheid állam. Hát, mint ahogy azt elmondtam kis korábban, ugye megvolt az a probléma, hogy ugye arabok lettek Izraelen belül tök sokan, hogyha kapnának állampolgárságot, akkor mondhatni, nem, majdnem többség lennének. De hogyha kapnak külön államot, akkor meg ugye ránk támadnak, mert ugye nincs békeszerződés. Szóval akkor a kettő, két világ között lebeg vörös rébék lelke, meg vannak szállva, nincsen Izrael jogviszonyú, kivéve aki nem akar kifejezni, hiszen költözik át Izraelbe, meg nem akar kifejezetten Izrael állampolgárságot kapni, hanem így azt mondja, hogy én szabad akarok lenni, és nem akarok Izrael részeként élni, Izrael területen. Úgyhogy tényleg egy mondhatni jogfosztott állapotban élnek, ahol szerencsét a palesztinok. A keskeny palló 67-73 között kialakult logikájának közvetlenül a bulteriát továbbra sem engedi el a zsákmányt. Amerika jól beleragadt az egészbe. Izrael ellen a világszinten elég komolyak a hangok, elég mondhatni tombol az antizionizmus. Hát ez tényleg egyszerűen minősítem, hát nyilvánvalóan láttuk azokat, hogy miért. Alapvetően maga az, hogy a gyarmati népek szeretnék el támogatni, és hát maga az, hogy tényleg Izrael valóban követettek egyetlenségeket az arabok ellen, hát persze az, hogy másik oldalról is követtek el, hát ugye az ember mindig választ egy oldalt, valaki az arabokét választja, hát ez egy ilyen folyamat. Az Amerika támogatása meg egy csapdahelyzet volt, mert ugye Amerika továbbra is támogatta Izraelt óriás segélyekkel, végtelen pénzzel, mindig ő fegyverezi fel, mindig Izrael kapja meg a legelőször a legújabb, legszebb amerikai fegyvereket, ilyen early access verzióban és minden előrendelői, gyűjtői, csomagolatlan verzióban, mint a legutóbbi lopakodó repülőgépet is, ők használták először, még az amerikai hadsereg előtt mondhatni. De Amerikának ez a csapdahelyzet is, hiszen azzal, hogy szavatolnia kell a közel-keleti békét, egy rakás pénzt költem minden évben, tehát 10 milliárdokat, ezért néhány dologra másra nincsen, ami valamilyen szinten hozzájárul az Izrael elleni hangokhoz. Hát ugye hát Amerika a büdös zsidókra költi a pénzt, szörnyű, ugye ott van a 768 milliárdos katonai költségvetés, aminek mondjuk egy olyan, hát nem tudom, évente mondjuk 5-6 milliárd dollár egy része, tehát azért szemmel látható része Izraelre költődik, és közben egy csomó jóléti rendelkezése nincsen, intézkedése nincsen, mondjuk ugye a klasszikus free healthcare, az sincsen, és de persze bezzeg Izraelnek van pénze, neki mindig jár a legesleg újabb játékokból, a hajókból, a kis autókból, a kis repülőgépekből és mindegy másból, és ez alapvetően az Izrael számára jó, hogy Amerika támogatja, de az nem jó, hogy Amerikában vannak ilyen hangok, amik viszont abból következnek, hogy Amerika támogatja, tehát ez egy ilyen okofogta csuka, lesz neki. Úgyhogy viszont alapvetően végetikelésként mi a véleményem? Hát ez egy elég nehéz kérdés, talán meg kicsit később megbeszéljük, de már így is hát 72 percnél járok. Röviden utolsóképpen azt mondhatnám, hogy hát Izrael nyert egyébként, szóval, hogy az, hogy jaj, itt milyen megjegyzések lesznek, Izrael nyert, tehát, hogy Izraelnek megvan a területe, hogy mi lesz az arab megszállt állampolgárokkal, az egy jó kérdés, de két állam nem lesz, Izraellel az arabok vagy békét kötnek, vagy nem kötnek békét, és akkor főnek a levükben. Mondt legutóbb néhány arab állam Trump elnöksége alatt például az elég távoli Egyesült Arab Emírségek és Bahrein, nem Katarta, jó, Katar. Nem. Bahrein békét is között Izraellel, egyszerűen belátva, hogy hát mit ugráljunk, 50 éve elvileg háborúban állunk, de hát nincs értem az egésznek. Elkezdődtek békék, Szudánon is aztán létrejött, talán Marokkóval is nevesgetik, egy csomó más arab állammal igazából fű alatt együttműködik, szóval igazából Izrael röviden nyert,
lelőtte a keskeny palúról a többieket. De hát ez egy ilyen folyamat, persze, és közben sok nagy baj és nagy kár keletkezett, és lehet mindenki tudod szidni, de hát de aztán egyszer kell választani egyébként. Szóval, hogy lehet szidni mondjuk konfliktusban mind a két felet, de amikor az ember konfliktusba kerül, akkor egyszer kell választani, abba beleállni, és átmenni a keskeny pallón. Köszönöm szépen a figyelmet! Mi is köszönjük szépen, Dani, és amit ott az ajándékba adott, igen, itt a reaction gombokkal lehet tapsolni, ujjongani, szeretgetni és megölelni téged, amiért ezt most így elénk tártad. Amit ott az N plusz egyedik szeretett nyelvként emlegetett vadászgépeknél mondtál, azt szerintem a te esti mesédre is érvényes. Farkas Dani szigorúan békés per belső felhasználásra. Azért sok izgalmat rejtett, meg kérdést, meg vizet kavart fel ez az előadásod azoknak a körében is, akik bátorkodtak velünk megosztani a kérdéseiket, és hogyha még egy fél órát velünk tudtok maradni, akkor szerintem tegyétek, mert bőven van benne potenciál. 10 kérdés érkezett, és népszerűségi sorrendben fogom felolvasni, hogyha megengeded, Dani. Az első az egy meglehetősen átfogó. Véleményed szerint lehet-e valaha béke Izrael és az arab államok között? Ezt most így 2 percben maximum. Most röviden tudok fel. Erre tudok is röviden elszólni? Igen. Igazából, ha az arabok belátják, az arabok... Izrael elbújtárjékét ragaszkodik az eredményeihez. Az arab államokkal lehet béke, a palesztinokkal nem látom, hogy mikor lehet béke. Van egy sokféle érdekes konstrukciós megoldás, például egy ilyen duális állam, hogy ilyen kantonrendszer, és akkor igazából egyenrangú, de nincsenek is elszakadva. Ebben nyilvánvalóan az izraeliek kezében lenne a kiskés, tehát van a nagy hadsereg, és akkor az arabok így nem tudnának így ugrálni, hogy akkor most ők nem tudom, látnának Izraelre. Tehát az palesztin Izrael, tehát az országon belüli mondhatni kiegyezést, azt nagyon kevéssé látom. Arab államokkal szerintem következő 20 évben ez rohamosan végig is fog, le is fog zajlani. Tehát szerintem ez le fog zajlani, ez a klasszikus mindenki békéket mindenkivel, Marokkótól, nem tudom, Pakisztán kb. Mondjuk az, hogy nem arab állam, de hogy muszlim állam, szóval. Ja. Irán nem, Irán az más kérdés, az egy más külön problémakör, az mire hozhatjuk. Nem közvetlenül kapcsolódik, de picit mégis igen, hogy miért pont Jordánia és Egyiptom ismerte el Izrael államlétét, és Szíria és Irak nem? Egyiptom alapvetően, hát Jordán... Ez egy elég komplex kérdés, amit én is tudok így kapásolni beszólni. Egyiptom, csak ilyen eseményeket tudok így mondani, amik hozzásegítették az egészhez. Egyiptom alapvetően csalódott a szovjet támogatásban, tehát belátta, hogy Amerika szuperhatalomként erősebb, vagy neki hasznosabb partner, és azóta amúgy Amerika partnere is, Egyiptom is mindig kap egy darabot a katonai segélyből, meg fegyvereket, meg mindent. Hát ez igazából már amúgy már pont a Jom Kipuri háborúnak már így elkezdett egy ilyen sajátos gondolkodás Egyiptomban, hogy most akkor jó, most még szovjet az egész minden, de ezt most már lassan kezdenek kellene így mozogni, mert amúgy a szovjetek se annyira ideális partner, mint ahogy azt Nasser bátyánk látta 57-ben, vagy igen, még 55-ben, sőt 55-ben. Úgyhogy azért kéne is mozogni, és tényleg 70-es évek második felében ez rohamosan lezajlott. Jordánia amúgy összeveszett a palesztin gerillákkal, tehát a területéről operáló palesztin gerillákkal 70-es évek elején is már. Azért, mert ugye veszélybe sodották Jordániát azzal, hogy állandóan Izraelből mentek támadni, és aztán Jordánia kapta a nyakába az áldást. És Jordánia mindig is amúgy elég erős angol kötődésű hely volt, alapból is a királyi házat az angolok helyezték be a székébe. Meg még amúgy, sőt, amíg pont az első palesztin arab-izraeli háborúban 48-ban gyakorlatilag egy angol hadsereg volt a Jordán hadsereg, angol tisztekkel, angol felszereléssel, szóval angol kötődés volt, és az angol kötődés, ezen keresztül a nyugati kötődés az így rábírta arra, hogy hát ugye a szovjet egészen annyira nem megyünk, valamennyire
kicsi, de nem, és akkor így inkább kiáltált ebbe az egész konstrukcióból, nem is volt annyira sose így fejjel benne, mert ugye őt nem vitte ez a sajátos nacionalista hullám, hogy na most újra felvítjük az arabokat, hanem ugye ez királyság maradt, egy, hát most mondjam, az hagyományos társadalmi rendszerrel, és nem voltak ilyen típusú nemzeti érdekei céljai. A szírek azok maradtak orosz égi szalad, szovjet égi szalad, és hát pontosan miért tudottak így, hogy nem működnek békét, és tovább is támogatják a palesztinokat, az számomra sem világos. Ezt nem fogom tudni. Ezt nem fogom tudni, ez, hogy a Szíria, hogy az mégis úgy, hogy na, én most bevállalom azt, hogy ha nem is kvázi egyedül, de hogy mondjuk arab világon belül eléggé magányosan most így én még ugrálok és lövöltözök Izraelre, 82-ben is, meg aztán később mindig voltak is légi harcok, az mindig elég, ugye meg ma is, tehát nem tudom, szír vadászgépet lőttek le izraeli erők, izraeli drót lőttek le szír erők, nem tudom, vagy izraeli vadászgépet is sem ott élnek. Szóval ez így megvan. Az a valaki, aki ezt a kérdést intézte felénk, bejelentkezett felhasználóval tette ezt, úgyhogy utána tudsz keresni vagy nyomon követni, és akkor akár folytatni az erről való beszélgetést. Valaki 5 perccel ezelőtt kérdezte, és azért is küldtem be a linket a chatbe, hogy nyugodtan a beszélgetés végéig még tudtok kérdezni, és szavazni is az egymás által feltett kérdésekre. Az iszlám állam mennyire tud bekavarni Izraelnek? Semennyire. Sőt, van egy klasszikus konteó is, hogy az izraeliek segítettek az iszlám államnak. De igazából az iszlám állam léte Izrael számára pozitív volt egyébként. Azon kívül nem tudom, hogy volt egy terrortámadás Izrael ellen, iszlám állam részre, hogy voltak ilyen inspirálások, de úgy a határaitól messze volt, és ugye a Szíriát támadta hátból. Én nem láttam semmi olyan hihető információt. Megmondom őszintén, lehet, hogy valaki nem tudszik, de az orosz és szír állami forrásnak én különösen tudok hinni. Tehát, hogy Szíria támadt a hátulról, és Izrael megröhögött, hogy így Szíria, rohangálnak mindenféle eszközökkel, orosz repülőgép bombázzák mindent, és így el vannak egy maguknak. Szóval így, hát kvázi örült, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így az iszlám állam most jól befűt a szíreknek, és így el vannak. Azt hiszem, mert volt, meg az, hogy van is amúgy a sínai félszigeten iszlám állam, hát ott az Izraelhez közelebb, meg úgy értében is, de nem hallottam sajnos, hogy nem tudom, terrorhullám Izraelben, iszlám állam inspirálásra, vagy ilyesmi, szóval ez az nem volt ilyen. Ha visszaérsz a dél-amerikai tanulmányutadról, folytathatod az ebben való kutatást, Ani. Ja. Megy a szavazgatás is, tök jó. Igaz-e, hogy Izrael területe terméketlen volt a század közepéig, és a zsidók fejlesztették fel? Öntözőrendszer, egyéb technológia. Igen. Bocsi. Ez volt a kérdés maga. Bocsi, mert még egyszer elmondod? Igen. Az igaz, hogy Izrael területe terméketlen volt a század közepéig, és a zsidók fejlesztették fel? Például öntözőrendszerrel, egyéb technológiával. Beküldöm, hogyha olvasva könnyebb. Uh-huh. Megvan most már jól hallottam, egy kis szakadás volt, mert közben egy kommentet olvastam, egy gyorsan esett a bocsi, nem kéne most ezt csinálnom. Szóval, úgy tudom, hogy igen, röviden. Most nyilván nem érzik, hogy a teljes kopár, nem tudom, holdbéli sivatagból csináltak, nem tudom, virágzó akármiket, de tényleg ez egy brutális méretű projekt volt, és amúgy az összeisfikacionizmus alapvető elképzelésével, hogy mert például az első telepesek még ugye a cionista hullám előtt bejöttek, vettek földet, voltak arab bérlők, és akkor úgy kell voltak ilyen kis zsidókolonisták, itt ugye a zsidók Európában egész sok pénzük volt, szóval el voltak itt kis gyanúttatók, de hogy a cionisták azt mondták, hogy ebből nem lesz így nemzet, szóval, hogy most leszünk ilyen földes urak, de hogy az arabok így ezt a földük, ők velik meg, és akkor ez így nem lesz jó. Úgyhogy igen, hogy Vekker András szépen be is írja, amit nem is tudok meg, nem is nagyon rosszal kifejteni. A kibúcok rendszer is létrejött, ezek a sajátos, egymással mindent megosztó, közösségi tulajdonon alapuló mezőgazdasági kolóniák, amelyek tulajdonképpen azt tudják, hogy fizikailag
legyen vége a föld, mert ők művelik meg, és ez egy projekt volt, hogy igen, akkor műveljük is meg, és igen, éljünk is belőle, és ezáltal fizikailag lakjuk be, mondhatni az ikédet földjét, vegyük meg is, ragadjuk meg így a földműves kezeinkkel, és hát persze aztán ugye az arab ellenségesség miatti ellátási gondok is bejátszottak ebben a nélkül. Szóval igen, nagyon komolyan felfejlesztették a mezőgazdaságaikat, és mennyire volt ez ilyen soha nem látott, gigantikus világ megváltó dolog, az azt nem tudom pontosan, de elég komoly volt, igen. Írja a kérdezünk is, hogy ez nem közvetlenül témához tartozó kérdés, hanem úgy általánosan, mi az izraeli-török viszony hatása a konfliktusra mikrorégiós szinten? Izraeli-török viszony, ha jól tudom, az nem ez az ilyen sajátos táncikálós verzió. Régen nem volt annyira jó, például pont Jom Kippurkor volt az, hogy az oroszoknak, a szovjeteknek, ugye a Boszporuszon keresztül kell átjönni a hajóikkal a Fekete-tengerre, hogy ugrálhassanak az izraeli partok előtt, és így fenyegetessék Izraelt meg az amerikaiakat. És Törökország, jól lehet, amúgy NATO tag, enyhítette az áthaladás szabályokat, hogy az oroszok gyorsabban tudjanak áthaladni, hogy csak menjenek is ígyetésik Izraelt, ez ilyen kis csiki-csuki. Most milyen viszony? Most alapvetően úgy tudom, hogy most viszonylag, hogy milyen a hatása a viszonynak. Hát az, hogy milyenek a további hullámverései, azt annyira nem tudom őszintén szólva, de Törökország alapvetően nincsen jóban sok állammal. Törökország, tehát Szíriával nincs jóban, Irakkal sem nagyon, Iránt hagyjuk, azeriekkel jóban van, de ez érdekes jelenség, mert úgy török-izraeli viszony az alapvetően rossz, vagy nem valami jó. Szoktak együttműködni, de nincs ez a nem tudom, hogy nincs ez a nagy egybeborulás. Most ugye volt ez a görög-török konfliktus valamiféle, hogy ki mehet ki a tengerre 50 kilométerre, vagy azon túl, hogy olajkutakat ásson a tenger közepén. Ezek egy kis összevesztek, és hogy görög-török szembenállás volt. Görög, ugye a franciák támogatják hagyományosan, és ebbe a szövetségbe állt bele, ha jól tudom, az izraeliek is, hogyha nem mondok óriási hülyeséget, de egy ilyet hallottam, hogy szóval, hogy az egész koncepcióban így Izrael inkább nyugati oldalra állt, mint török oldalra, de hát Közel-Keleten ez olyan kis táncikálás, hogy azt nem tudom, igen, és szövetség, és mindig is gyűlölni fogja, és ilyen Románia-Magyarország szinten fognak most tekinteni. Nem nincsenek jobban, de nem mutatják, tehát nincs az ilyen, nem tudom, ilyen sikeri gyűlölet. Voltak elég csúf esetek, amikor az izraeliek lelövöldöztek egy csomó civil aktivist, török civil aktivist, tehát egy hajón, 2009-10-ben ez a Mavi Marmara incidens, erre keresni Mavi Marmara, tehát be is írom a csetbe, hogyha túlságosan hazarok. Hát röviden akartak vinni a palesztinoknak segélyt a törökök a gázai övezetbe, ami tengeri blokkád alatt áll. Izraeliekhez nem akartak engedni, elvileg azt akarták mondani, hogy jöjjetek el ki a nem tudom, Haifába, és akkor majd kamionokkal bevisszük az átvizsgált szelekmányt. Az örökök ugráltak, az izraeliek pedig lelőttek azok egy csomót. Hát izraeli hadsereg az erőszakos, azt nem lehet letagadni. Szóval akkor azért voltak elég érdekesek, meg tényleg vannak ilyen ugye, török sor, na pont Árpád be is írta, most akartam mondani, török filmek is készülnek, hogy a törökök majd jól fejbe lövöldözik gonosz izraeli katonákat. Szóval azért nincsenek annyira közel. Mik a hatásaik? Mikrorégió. Hát most a mikrorégió az defined is, tehát nem tudom, Libanon, meg Jordánia, mert most a mikrorégió az lehet akár az egész kelet-mediterráneum, de az nem mikrorégió. Most elgondolkoztam. De ja, na, össze-vissza beszéltem, lehet, hogy valami kiderül belőle, lehet, hogy valami nem. Igen. Ha nem volt kielégítő a válaszadás, vagy akár ezt a mikrorégiót szeretné definiálni az, aki feltette a kérdést, akkor nyugodtan, bátran fedje fel magát így az unmute funkcióval, és egészítse ki. Úgy igen. De hogyha nem, akkor én csak annyit fűznék hozzá itt az Árpádnak köszönhetően beküldött üzenethez, hogy akik esetleg később hallgatják vissza a YouTube csatornánkon, azok is tudják, hogy a Palesztin Farkasok Völgye című török filmről van szó, úgyhogy erre keressetek rá. És én haladok tovább a kérdésekkel. Ha jól tudom, mondja Anonymous, anno a Világbank sok gát építését finanszírozta Afrikában, melyeket utólag nem mindenki tart jó ötletnek. Tudsz erről valamit? Miért?
A gátakat? Hogy finanszíroztad rá, hogy nem jó ötlet, hogy tudok erre valamit. Aha. Hát, miért finanszírozta? Hát az, hogy miért finanszírozta, az teljesen egyértelmű, most ezt ragadom meg. Hát ipari fejlesztés, tehát röviden áram. Az áram az alapvetően egy nagyon komoly infrastruktúra, tehát nagyon komoly olyan alap, amire aztán lehet építeni minden ipart, akár társadalom jobb működését, meg ilyen dolgokat, tehát ezek így megvannak. Az, hogy miért nem tartjuk jó ötletnek? Hát környezetszennyezés, meg hogy nem tudom átalakítani, hogy mondjuk, vagy például az, hogy a folyóknak nem most már nem természetes a vízjárás, hogy például a Nílus, de ugye a Lasszúán az nem volt virágbank, a Lasszúán most már ugye nem engedik ki a Nílust a földekre, hogy megtermékenyítse, azért eléggé elszik, az öntözés miatt eléggé elszikesedik a talaj, mert ugye nagy a párolgás, ilyenekre tudok gondolni. Hát miért vagy ott? Mondjuk, tehát én ugye akkor én annyira nem volt, még akkor az volt, hogy volt egy ilyen nagy felendős, hogy most minden jó lesz, csak öntsük a pénzt a harmadik világba, és itt óriási dolog fognak történni. Ezek mindig ilyen nagy, konkrétan ilyen központi állami projektek voltak, hogy na, most megoldjuk a világ kérdéseit, és most ilyen nagy gázot, és most lesz mindenkinek árama, és mindenki fogja nézni. És tényleg ugye ez akár kulturális, és ilyen TV, rádió, tehát hogy mindent, tehát hogy ezek nagy klasszikus projektek voltak. És a világon közé ezt finanszírozta, aztán most, hogy pontosan melyik szuperhatalom hatására, azt sem tudom. Gána az például keleti blokk volt. Elég sok minden, ami ilyen keleti blokk támogatású. Ja, most nem tudom felsorolni így pontról pontra. Attól is függ, hogy mikor szóval nyilván, de mondd, igen. Csak úgy érzékeltem, hogy a válasz végére értél, de van pár specifikus, egész specifikus kérdés, most ezek fognak itt sorakozni. Például az, hogy 1967-ben is voltak önkéntes zsidó pilóták, akik az Egyesült Államok légierőjéből átmentek az izraelibe, vagy csak 1973-ban? 73-ban. Őszintén szóval, ezt nem tudom. Szerintem egyébként nem. Amúgy 48-ról tudok, 73-on is voltak. Voltak, biztosan. Erről nem tudok semmit röviden. Nem hiszem. A 73-os azért hinném jobban, mert ott át is lehet ugrani. Ugye már akkor amerikai gépekkel repülnek nagy rész. Jó, 67-ben van 48 darab ilyen alacsony támadó Skyhawk, de az marginális, 73-ban már egy ilyen 70% fölötti az amerikai gépek aránya. És hasonlóan specifikus, hogy a franciák csak ideológiai okokból, a pánarab törekvések elleni fellépés, vagy gyakorlati gazdasági okokból is segítették Izraelt. Voltak itt üzletei érdekeik? Üzleti érdekeik, bocsi. Akkoriban Izrael még nem volt különösebben erős ország. Így voltak valamelyesek, de ez nem volt olyan központi. Mondjuk az ideológia, a pánarab törekvések elleni fellépés nem mondanám ideológiának annyira, inkább ilyen stratégiai volt, hogy na, legyen egy kis hát, kvázi kliensünk, annyira nem voltam ugyanilyen szoros a viszony, aki sakban tartogatja ott Egyiptomot, mert Nasser ugye mondta, hogy na, én az algériai felkelőket, akik a franciák harcoltak akkoriban, támogatni fogom, és na hát akkor jó, akkor az ő ellenségét kicsit így olvassuk meg, de hogy ez inkább ilyen stratégia, ideológiai, azt nem mondod, de Gaulle, nem tudok, hogy ugye Charles de Gaulle volt az a francia elnök már amúgy 60-as évek elején, 50-as évek végétől. Szerintem ő amúgy nem is volt olyan nagy zsidó barát egyébként, de általában a francia felső osztály katonatisztek, de még voltak ilyen skura viták, tehát tényleg ilyen, mondhatni, ilyen presztízs okok, hogy nem tudom, Franciaország is párt, vagy Izrael, szóval akkor ő mondhatni a Szentföld nyugati őrzője, az izraelekkel volt is egy ilyen kis ilyen rúgdalózásuk, hogy valamelyik francia kolostor voltak disznók, és akkor izraelek közölték, hogy most akkor összeret le kell ölni, de az apácák mondták, hogy ebből lesznek az árva gyerekek, és akkor is úgy hívják, ezt nem kéne, és a francia külügyi valahogy lerendezte, hogy mindenki hagyjon még itt mindenkit, és a disznók élve maradtak, és aztán megmaradt a disznótelep a kolostorban.
Szóval, ja, elányi tudok mondani, nem voltak gazdasági érdekek, inkább stratégiai érdekei komolyabban. A hatnapos háborúhoz térünk vissza a következő kérdésben. Hogy tudott ilyen effektíven reagálni Izrael? Mindig készen álltak, vagy tudták, hogy Egyiptom lépni fog? Ennyire átlátták, hogy mi a helyzet? Ja, hát a kölcsönös volt a felkészülés. Tehát azért nem mondtam, hogy Izrael direkt meg akart támadni, mert hogy az nonsens volt, hogy Izrael csak azért, mert hát hú, támadni akar, le akar, hogyha rohanni a Sinai félszigetet. Kölcsönösnek készültek, szemből, tehát hogy egy paritás alapon készültek, és tényleg hát készültek támadásoknak, hogy jobb először ötni, mint máskor, töttek. Erre építik amúgy általában az érvelést is, hogy hát igen, Izrael húzani akart. Nem volna most annyira kétség, mert nem azt mondom, hogy nem volt így, mert hát nem látom meg, hát most tényleg Izrael támadta először, de azt nonsensnek tartom, hogy Izrael meg akarta volna húzani, nem tudom, Egyiptomot, mert az neki kellett, nem tudom miért. Stratégiai okból, vagy nem is tudom. Szóval ezt így nem tartom önmagában reálisnak. És az elképzelhető, hogy a 67-es háború után ott maradt arabokat, azért nem engedte el Izrael, mert egyfajta túszerepet szánt nekik. Erről a menekült kérdés most így nem tudok teljesen pontosan, de igen, úgy tudom, hogy volt egy ilyen eleme is, de úgy tudom, egészen sokan elmentek amúgy, tehát hogy de nem az volt, hogy akkor most őket bezártak a táboraikba, tehát aki, tehát inkább, hát azért nem is üzte el, tehát hogy nem mondta azt, hogy jó, akkor fizikailag mindenkit aprútolunk és megyünk Egyiptomba, vagy valahova. Igen, ez egy reális, tehát hogy a kérdező tudja is, hogy ha olvasik tesszerről, szerintem ez egy tök fontos szempont lehetett. Két utolsó kérdésünk maradt, úgyhogy aki eddig hezitált, azt most bátorítanám még a zárás előtt, hogy nyugodtan bedobhatja a kérdését a megosztott linken, és addig én felolvasom az első, utolsót. Van-e valami észrevételed azzal kapcsolatban, hogy melyik ország Izrael barát és melyik arab barát? Történelmi alapja lehet? Vagy gazdasági? Vagy pont-pont-pont egyéb? Hogy melyik ország milyen? Uh-huh, igen. Uh-huh. Hát melyik ország? A világ országából. Lehet specifikálni amúgy a kérdést, hogyha itt van még velünk az, aki... Melyik ország? Hát most mondjuk Amerikát kifejtettem szerintem. Amerikát kifejtettem. Például Angliában annyira nem tombol az Izrael barátság, de hát hogy azt alapvetően történelmi okai vannak, mert hát tényleg alapvetően sokan érzik úgy, hogy hát a nagy arab világot, aminekben azért nagyobb potenciálunk abban az, oké, hogy baromi erős, de mégiscsak kicsi Izraelben, egyszerűen stratégiai szempontból érdemes lenne jobban támogatni. Franciák például most hogy vannak olyan. Hát most, hogyha azt a francia görög Izraelit nézik, akkor tulajdonképpen izraeli oldalon, de ezek ugye nem zárnak ki dolgokat. Tehát most az, hogy most ebben a témában Izrael vannak valamennyire, az nem zárnak ki például azt, hogy közben arabokkal boltoljanak, más történelmi jelenségek. Az oroszok, hát ugye nekik van egy alapvető kötődés, mondjuk Szíriához, ma is stratégiai minden szempontból. Nem mondanám, hogy az orosz életnek része az antiszemitizmus, az egy stratégiai dolog. Nyilván nem én is tudok róla, hogy annyira több volna a zsidó barátság Oroszországban, meg a Szovjetunióban. De szerintem ez nem egy meghatározó dolog. Most hát Szíriát, Szíria egy ilyen fontos hitfő, Szíriát pártolják, ugye Szíria most a majdnem a legrosszabban levő arab állam Izrael, úgyhogy hát ők ilyen szempontból vannak a másik oldalon. A Kína olyan szempontból boltal, vagy arabokkal, vagy izraeliekkel, hogy kinek milyen potenciája van. Izraeliekkel sokat boltott, mert Izrael ugye megvan az sajátos, az a hasznos, hogy biztonságos. A szép és tisztes cselekedetek pedig nagy veszélye járnak elképzelése, ami ilyen csodálatos klasszikus örökség, és Kínával bejátszotta azt gyakran, hogy a szép új csillogó amerikai fegyvereket tovább passzolt a Kínának. Jó, nem pont csak a technológiát, meg a licencet, meg a terveket, szóval, hogy azért szilárdított a Kínának Izrael, de most legutóbb időben megint nem, tehát most megint inkább jó, most Amerikát most így félteni kell, mert megharagszik, és akkor nyugos lesz.
úgyhogy most úgy tudom, legutóbb most megint nem úgy nincsenek annyira jóban, most inkább Indiával van jóban, tényleg Indiával nagyon jóban van Izrael, de így meg India, ugye csak Kínával jóban, szóval most inkább az arabok felé tendál, Kína annyira nincsen durván meg. India érdekes, hogy van-e egy ilyen sajátos ideológiai, talán van, ott talán lehet egy ideológiai rész is egyébként, mert ugye India is muszlimokkal küzd, a nagy hindu nacionalizmusával, hogy ugye minden muszlimot verjünk botta agyon, mint mondjuk Gettó Uniósban meg ilyenek. És hát ugye ez így, ugye, hát megtalálják a foltját, muszlimok ilyenek rosszak, úgyhogy akkor a zsidók azok jók, és tényleg tök sokat boltolnak, fegyver minden szempontból, szóval ilyen szempontból ideológia és stratégiai partnerség van. Afrikában a zsidók állítólag nagyon jóban voltak velük, mert a gyárt frissen felszabadult állam. Aha, igen, Árpád írja is, igen. Na, török feszítszak, igen, azt sem tudom képzelni. Igen. Szóval Afrika, először volt Izrael, aztán nem, mert ugye az arabok olajpénze az így erősebb volt, meg ugye maga az is, hogy Izrael ilyen mondhatni gyarmatosítóként lép fel, azért az ugye Afrikában ideológiailag az nem adja, mondjuk a mai Dél-Afrika az azért is, mert ugye Izrael a korábbi dél-afrikai rezsimnek volt szövetségese, tehát ez minden, például most meghalt, kihalt a jó ég, a püspök, elfelejtett a nevét, te jóságos ég. Az egy dél-afrikai püspök, Desmond Tutu, meg kell mondani, sem mondtam, meg kis tudom, hogy Desmond Tutu, ő kifejezetten antizionista volt, tehát pont valamelyik magyar zsidó volt, igen, a neokon le is hozta, hogy Desmond Tutu antiszemita volt. Ugye szeretik így azt mondani, hogy ezeket antizionista, de azért van is átjárás, ugye, antizionista volt, tehát Izrael állam, mondhatni, kolonizáló elképzeléseit ellenzőből, a klasszikus azért kolonizál Izrael, mert zsidók, tehát hogy ugye, mert ugye a gonosz zsidók, kicsit ez így cseleszabatos, de azért nem egyenlő, de ugye ezt egy zsidó oldal érdekel, hogy ezt összemossa, mert akkor ez így lehet mondani, hogy ők nem nácik azért, de antiszemitek is, az egy elég klasszikus jogos sértés. Úgyhogy a Dél-Afrika az ideológiókból nincs jobban. Dél-Amerika, hát Dél-Amerikáról nem sokat tudok. Argentina nem volt sose jobban Izrael különösebben, Chile sem, ideológiókból is, ők eléggé jobboldali államok voltak sokáig, ha meg nem, akkor meg szovjetbarát baloldali, például Chile. Ők is inkább ilyen pénzalapúak, tehát hogy szeretik egy technológiát, pénzt, fejlettséget, mondjuk a kicsik is, mondjuk Bolívia, meg a szegény kis többi kis indián kis falvacska kaliberű állam, de arabokkal sincsenek, azok például Venezuela, ugye Iránnal boltol sokat, iráni fegyvereket vesz, meg technológiát, meg ilyen dolgokat. Kuba nincsen jó, mert Kuba tök jóban volt, mert Castronak volt egy érdekes kis klikje, hogy hát ő annyira független, hogy ő még annyira ötdimenziósakozik, hogy ő egyszerre van rosszban Amerikával, de jobban Izraellel, de jobban az arabokkal, de jó, tehát mindenkivel a legjobban. De aztán 75-ben, amikor kimondták, hogy csinálzős rasszizmus, akkor úgy mondta, hogy na most akkor deklarálom, hogy igen, Izrael rossz, és akkor azóta Kuba nincsen jóban alapvetően. Most így ennyi tudok mondani röviden. Itt a klasszikus örökségre hivatkozol sokszor az előadásodban is, meg a hozzászólásaidban is. Egyszer egy ilyen Tukidides élete és munkássága műhelyt is tarthatnál, Dani, ami kifejezetten erre koncentrál. Húha, felbátorodtak az emberek, szuper. Úgyhogy kiegészültünk kettő kérdéssel. Ha mindenki megtámadná Izraelt a környezetéből, akkor meg tudná védeni magát amerikai segítség nélkül? Hát attól függ, hogy mi maradna miből? Van atombombája. Tehát nyilván, tehát ugye ez azért, mert tényleg ez ilyen globális filozófiai dilemma mondhatni. Mert hogy tehát igen, hogyha már tényleg azt mondják, hogy mindenkit meg fognak ölni, és holokauszt lesz, akkor végülis egy atombomba az reális. Csak hogy az atombomba az gyakorlatilag azt is, hogy akár egy globális méretű valami tör ki, mert nem is tudom, milyen összefüggések vannak, éppen az aktuális helyzetben is, akkor meg megint nem ez semmit. Tehát el tudom képzelni azt is, hogyha valami lényeg, valami nagyon ijedős izraeli államfő van, akkor nem veti be az atomfegyvert, és azt mondja, hogy jó, inkább feladjuk Izrael, de legyen egy globális atomháború. Azon kívül simán, tehát
maga az, hogyha valaki, ha felpakolnak egy atombombát a repülőgépre és körbe repülnek fel Izrael fölött, az már a magában egy elég komoly fenyegetés. Fizikailag így meg egyébként, tehát hogyha, ahogy szoktak néha ilyen nagyon eszély mondani, üvegé tudná olvasztani a sivatagot, hogyha akarná maga körül. Most aztán, hogy ez mennyi katona pusztítan el a többiekből, az más kérdés, de azért egy atomtörténeteket aktívan dobáló államot tovább támadni. Az első hullám, az első légi, nem tudom, 15 hidrogénbomba után, azért azt nem is tudom, hogy az milyen lélekkel az, de szóval, de hogyha tényleg egy ilyen, tudom, szimulációként így előre toljuk az 1 millió arabot, és így azt mondjuk, hogy addig mennek, amíg ők halnak, vagy a zsidók, akkor lehet, hogy végül is ezek le tudnak rohanni az atom sivatagon keresztül is, de azért azt nem hiszem. Szóval szerintem meg tudom védeni, mert alapvetően igen. Meg amúgy manőverezésre nagyon gyors, tehát hogy igazából, hogyha képes lenne egyenként megvenni az ellenfeleit, tudna támadni azelőtt, hogy még mindenki felvonul közel Izraelhez, azt megoldaná. Tehát az izraeli manőverező, meg felderítő képesség az óriási. És hát ugye van egy hadász, szóval, hogyha elszentek meg bizonyos veszteségeket, akkor nem biztos, hogy tovább akarok támadni. Mondjuk, hogyha már nem tudom, az előzetes csapásokban X meg X hadosztály elpusztult, akkor na mindegy, szóval, hogy szerintem nagyon-nagyon félelmet, azért is nem tudom, hogy mert valami félelmetesen elég megtámadni, akár amerikai segítség nélkül is. Ami végül is elveszett, hogyha nem tudom, valami szélsőbaloldali rezsim kerül hatalomra Amerikában, akkor végül is elveszett, de ez tényleg egy ilyen apokaliptikus szenárium, nem tudom, Amerikában polgárháború tör ki, mondjuk ez akár nem is annyira valószínűtlen, de mondjuk ez egy 20% esélye, egy remelkedik. Szóval, de ilyenkor lehetnek érdekességek. Nem említetted Jom Kippurt, az engesztelés ünnepét az előadás alatt, de mintha amúgy, ezt most csak én fűzöm hozzá, hogy te itt a kérdezteleknél azért már feljött volna, csak urban legend, hogy az ünnep miatt nem tudott elég gyorsan reagálni Izrael? Ennek nem volt jelentősége? Valamennyi szerintem volt, de nem azért, mert jaj, támadtak, és akkor izé, jaj, kapjuk össze-vissza. Fizikailag tényleg olyan szempontból azért, hogy elkezdték már a részleges módosítás korábban is, de ugye aztán, amikor tényleg beütött az ünnep, akkor is tudtak, hogy na, akkor elkezdjük most lassan a mozgósítást, de hogy azért fizikailag tényleg egy fokkal nehezebb volt. Egy fokkal. De tényleg az volt, hogy jaj, ünnep, nincs sehol senki, mindenki részegen fetreg, mert nem tudom, kurálja magát szódobikarbonával, mert túl sokat evett a jeruzsálemi csokiskolásból, vagy nem is tudom, mi szóval ilyenek szerintem nem. Valamennyi van benne. Tényleg ezt nem mondtam, nem tudtam, hogy annyira lényegesnek, szóval egy jomkipúri háború, de nem, én nem láttam annyira központi jelentőség, igen, az ünnep. Amúgy Ramadán is volt, Ramadán 10. napja. Jól tudom. Az mennyire, ha már urban legend, mennyire valóság vagy legenda, hogy elkezdtek látványosan atomfegyvereket felszerelni a repülőgépeikre 73-ban, amikor rosszul állt a Színájuk az USA-nak üzenve? Ugye az izraeli és az atomfegyvereknek a sztoriai, azokat mindig nehéz megerősíteni. Én tök sok ilyető forrásból hallom ezt. Tehát nem tudom, hogy igen, leírták fontos monográfiákban, igen, ez megtörtént, így meg így bizonyítva. Én úgy tudom, hogy ez megtörtént. Tehát, hogy voltak ilyen izék, hogy hát igen, hogyha nem segítesz, akkor akár atomháború is lesz, szóval, hogy igen, mondhatni urban legend szinten kering, de meg ilyen kis szakmai legend szinten, de úgy tudom, hogy ez csak, hát én azt mondanám, hogy megtörtént. Most nem beszéltem valahogy az egész kérdésről, de amúgy csak jó, hogy ilyenkor felhozzák, mert akkor így tudok még hadarni róla egy 5-10 percet. Elérkeztünk az utolsó kérdéshez, még az 5-10 perces hadarás előtt. Viszonylag ilyen jelenkorba evező. Mennyire aktív most a Hamas, meg a Mossad? A Mossad mennyire aktív? Nem tudom. De igen, a Mossad elég aktív. Iránban állandó valami gyanús műszaki hiba az atomreaktorok környékén, amelyik általában látványos robbanásokkal fejeződnek ki. Szóval ott mindig van valami különös jelenség, meg megöltek egy fontos atomtudóst, most egy éve. Igazából a Kászem, egyébként tényleg háborús hős, és amúgy tényleg iszlám állam elleni harc hőse,
Kászem Szolajmány tábornokot is részben Izrael, részben izraeli koprodukcióban nyírták ki az amerikaiak két éve most már. Bagdadi reptér felemelt egy drónnal, mert Kászem Szolajmány ugye a Jeruzsálem hadtest, az irányi Jeruzsálem hadtest parancsnoka, célzatos névvel, hogy majd ugye ők fogja bevonulni az igaz hívők élén. Tényleg Izrael egy nagyon fontos és nagyon intelligens ellenfele volt, és azon kívül, hogy magyaráztak itt mindenféle, hogy Amerika ellen akar terrorcselekményeket elkövetni, meg tényleg volt ott pont, emlékszem, mert jöttünk fel vissza erről a, mi volt a nevet, a jóiség, a Revive konferenciára jöttünk vissza fel Németországból, és néztem a Twitteren, hogy Bagdadban balhé van a követség körül, és az ugye Amerika alapból nagyon háklis arra, hogyha irániak piszkálják a követségeit, mert ugye 1980 és 80x között volt egy ilyen túlzráma pont Iránnal, úgyhogy ide is illő volt egy ilyen felkiáltó jel, mondhatni, pontosan már logikus volt egy ilyen felkiáltó jel Amerika részéről, hát azért pont egy ilyen zseniális tábornokot sújtott, aki tényleg terrorellenes harcnak volt az élharcosa, az szerintem szörnyű, de láttam, hogy volt benne az amerikai államérdek, az ott is éppen amerikai, meg izraeli államérdek, sajnálatos tényleg. Tényleg iráni atomtudósok, meg iráni elleni általános titkos háború. Hamasz mennyire aktív? Hát legutóbb is a Hamasz aktívkodott. Mikor is? Na nyáron. Emlékszem még valaki a Megdeszből is írt, persze a Lilla kérdezte, hogy van kommentárjunk, hogy annyira értenék Közel-Kelethez, hogy így most mi van Izraelben, ugye volt ez a jeruzsálemi házak kilakoltatási botránya és tüntetések és minden, és talán Hamasz elkezd rakétázni, ha jól tudom. Szóval elég aktív, igen, ugye Gázát tulajdonképpen megkaptam, miután az izraeliek megint csak egy ilyen békegesztusként 2004 körül, vagy ott körül, javítsatok ki, akit jobban tudja, meg ki gyorsabban rágbúrizik, én most nem kezdek képelni, kivonult a gázai övezetből, teljes egészet elvitte a telepeseit is kb., és azóta itt stabilan arab uralom alatt van, ugye ez a Hamász radikális szervezet alatt van. Az megint csak egy érdekes, és egyébként már nem is a Conteo, hanem és jelenség, hogy egyesek szerint a Hamaszt is Izrael irányítja. De azért, mert hogy Izraelnek egyesek szerint, ami lakosnak tűnik, érdeke egy ilyen radikális szervezetnek a fenntartása, hogy elmondhassa, hogy igen, az arabok terroristák, és ezért nem adunk nekik államot, mert terroristák, és hát nézzétek a Hamaszt. Ott nagy a Hamasz is, békítettem nekik, és még mindig lövöldöznek, sajnos. Úgyhogy, de ezt nem tudom, ezt így párszor hallottam is, tök logikus volt, amúgy egészen komoly szakértőktől, de most ezt nem tudom, ja, igen, ez így van. A Tuküdidész után majd ilyen hadtörténeti Conteók előadást is tartani, mert ezeket így jó leépíteni, vagy egyszerűen csak jobban átlátni tudományosan, meg megalapozottsággal. Én azt nézem, hogy kifogytunk a kérdésekből, de hogyha valakiben még nagyon belészorult a szó, akkor felhangosíthatja magát, és erre most bátorítom. De ha nem, akkor elérkeztünk az utolsó írásjelhez így az esti mesét végén, Dani. Én nagyon köszönöm a türelmeteket mindannyiótoknak, akik itt voltatok, maradtatok, és köszönjük az alapos felkészülést, meg a tudásmegosztást, Dani. Legközelebb, ha jól emlékszem, amiről beszéltünk, az, hogyha a járványhelyzet is engedi, akkor akár egy élő szereplős és személyes találkozáson alapuló filmklub von vehetünk részt, valamikor március-április magasságában, de ez csak elég reménység szerinti, úgyhogy garantálni semmiképpen nem tudjuk. Igen, addig is várunk benneteket a Megdesz olyan szakestjein, amik nem feltétlenül közélettel, történelemmel foglalkoznak, sőt, nem is egészen, hanem különböző tudományterületekről hozunk egy-egy témát, illetve Kapás Kornélnak az asztrofizikai műhely sorozatára. Valamint a téli táborunkba, így van, ahogy itt a chatablakban is olvasható,
ez most már lassan 3 hét múlva lesz, február 3 és 6 között. Dávidnak megköszönöm, hogyha esetleg gyorsan kikeresi a regisztrációs linket, és még beküldi a chatbe. És ezek a lehetőségeink vannak. Dani, ha valamit kihagytam, vagy valamiben up-to-date-ebb a tudásod, mint az enyém, akkor kérlek, egészíts ki. Nem, minden pontos, amit az eddigi tudásom szerint szintén. Jó, oké, csak mi nem várhatunk tőled olyan előadást, ami most így nem ugrott be. Nem. Az majd hát... most én meg egyszer sokáig nem fogok ilyen klasszikus előadást tartani egyébként, majd valamikor tavaszi fél év második felében, mert hát a doktorandusz is vagyok, és ja, azzal is kéne foglalkozni, sok minden más felett is, úgyhogy ja. Ja, most kicsit ezt ritkítom sajnos. Hát legnagyobb bánatunkra és sajnálatunkra, de azért hát, ha informális közegekben is összejön a találkozás. És köszönöm a Dávidoknak, a Varga Dávidnak is, meg a Gulyás Dávidnak is itt a azonnali segítségnyújtást. Várunk benneteket, meg szeretnénk látni egymást, Mihelyst tényleg egészséges lehetőség adódik. És azzal az animált videóval búcsúznánk, amit itt az elején is levetítettünk harmadjára. Isten áldjon benneteket. Jó éjszakát! Köszönöm.